az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. Köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket! Az Impulzus Podcast 236. adása látható és hallható, mai vendégünk pedig Ketlin. Szia! Sziasztok! szerkesztőtársam is jelen van, szervusz Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és a mai napon lezárjuk az új nemzedéknek a harmadik évadát, hiszen a két világ legjava című epizódnak most elérkezett az ideje, Best of Both Worlds, dupla epizód, mi mind a kettő részt megtekintettük, és meg is beszéljük, úgyhogy hát egy kicsit átlógunk a negyedik évadba, de azt hiszem, hogy ez bocsánatos bűn, vagy hát ez még a jobbik eset, mert lehet, hogyha mi is cliffhangerrel fejeznénk be a műsort, az sokaknak nem tetszene. Úgyhogy teljes egészében ezt az élményt ma ki tudjuk tárgyalni. Előtte viszont kicsit a Star Trek hírekről is essen szó. Volt egy convention nemrég Németországban, Destination Star Trek Germany, azt hiszem ez a címe, és é. ott egy kivételes Star Trek cosplay jelent meg. A Star Trek cosplayek egyébként mindig eléggé kreatívak, Las Vegasban is évről évre megdöbbenek, hogy milyen ötletekkel rukkolnak elő, és itt most Araknia és Dr. Kaotika jelent meg, de úgy valósították meg ezt a cosplayt, mintha fekete-fehér televízión keresztül néznéd őket, tehát eszméletlen. Hát Ketlin, te cosplayes vagy, mit szólsz hozzá? Hát egyrészt fantasztikusak voltak, tehát hogy a legmessze menőbb részletekig figyeltek a két cosplay az elképesztő. Maga a smink egyébként nem olyan bonyolult, tehát egyszerűen csak alapozás, fehér szín, meg paróka, a bőrödet is úgy megtartsa, tehát az nem, nem a, az a nehézség. Őszintén nekem is van egy tervem ezére, mm, arra mert szerintem fantasztikus. És nem tudom, hol találtak vagyagot hozzá, mert én három éve keresem konkrétan, és nincs. Tehát se fekete-fehér, se színesben, mert egyébként láthatók az interneten a forgatásról képek, ahol látszik, hogy ugyebár amikor a fekete-fehér filmeket forgattak, akkor nem minden fekete-fehér volt, hanem különböző színekkel próbálták az árnyalatokat jelölni. Nagyon sok volt a lila, a zöld és a barna-arany És két mulgrave ruhája is egyébként ilyen arany-sötét-barna árnyalat volt, és ez adta ki ezt a gyönyörű fekete-fehér kontrasztot tehát meg lehet csinálni így is gyönyörűen fekete-fehérben, mert nagyon szép, de meg, mintha a tévéről a képernyőn volna le, ahogy Tom Paris megálmodta, vagy meg lehet csinálni színesben, ilyen barnás, aranyszínekkel, zöld lilával felturkózva. Tehát a készítők nagyon ügyesek voltak, tehát tényleg minden részlet ott volt, ott volt a helyén. Elképesztő maga az, hogy, az, hogy hasonlítottak is rá, tehát, hogy még sminkel, még erősítettek, hogy az arcuk is jobban hasonlítson, hogy, én néztem, hogy Dr. Chaotica olyan, mint a tényleg lemászott volna a képernyőről. Tehát elképesztően hasonlított hozzását. És valahogy az egész dinamikát hozták a fotókon, ami egyébként szintén nagyon nehéz cosplayesnek, hogy úgy hozni egy szereplőt, hogy te nem az vagy, csak szeretnél, de közben mozgalmasodjon egy fotón vagy egy videón. Tehát ezek, ezek mindig nagyon nehéz dolgok. Tehát könnyűnek tűnik, de nem az. Sosem az. De nem baj, mert ezért, ezért jó, mert ezért van benne kihívás. Úgyhogy nagyon-nagyon szép, uh, szép munkát végeztek. Kaméléonok e? előnybe vannak. Hát uh, igen, meg azért is, mert össze látnak, de ez egy saját... Az így egy így, másik szempont, igen. Ez egy másik szempont. Na igen, de... hát uh, kapitány a topik, de ezt szerintem mindenki vágja, mert azért a Voyager-t azt itthon is oda-vissza meg lehetett tekinteni. És hát megjelent Robert Picardó is a helyszínen, találkozott ezzel a két cosplayessel, és a földelnökeként összeházasította <laughs> őket. valójában ugye ez volt a hír a trek movie de önmagában a, cosplayek is elképesztőek, úgyhogy jó, hogy jött a Robert Picardó, mert ugye a két jelmezt én láttam korábban is, csak valahogy átsiklottam, és nem tértünk vissza rá, de, de így most akkor ezt meg tudtuk tárgyalni. Igen. Itt most uh, évtizedek múlva ez uh... Ez cosplayként, hát ahogy mondod így, hogy nem mindegy, hogy egy fekete-fehér felvétel, pontosabban milyen színes alapanyagból dolgozik egy kostüm, amikor abból tudjuk, hogy fekete-fehér kimenete lesz. Tehát nem mindegyik a szürkéskálás megjelenítésben, nem mindegyik néz ki olyan jól. Uh -huh. Egyébként a Star Trek, hát különösen színes volt az eredeti sorozat. Mert akkor ugye jöttek a színes tévék, és akkor ugye ezek a rikítő egyenruhák, a színes kapcsolók, akkor annak nagy helye volt. Látjuk, hogy a, ahogy mennek előre a Star Trek sorozatok, az egyenruhák is ö, ö, egyre nem azt mondom, hogy fakulnak, hanem hogy kiegyensúlyozottabbak uh -huh. a, a színvilágok. Tehát kevesebb harsány szín találunk, nem is a színek különböztik már meg a, a rangokat vagy a, a divíziókat ez egy érdekes folyamat, pont a Discovery-ben a harmadik évad végén viszont kifejezetten mm, túlságosan szintelen volt az egyenruháknak a, 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 a világa a megjelenése, és ezt módosították azért egy, egy elég kellemes, de letisztult pasztel hatású színvilágra. Szóval ezek, és azt már könnyebb cosplayezni egyébként például, mint az eredeti Discovery-t egyenlőákat, ahol ugye ezek a mini delták voltak, yeah. 3D nyomtatóval csinálták azt hiszem, de hát ma már a cosplayersek kezében is ott vannak a 3D nyomtatók. És tehát föl lehet venni a harcot, ugye a, a tehát akár Arakniának is a nagyon összetett jelmezét vagy kiegészítőjét is létre lehet hozni, bár gondolom te megcáfolsz, Kathleen, hogy nem mindent lehet 3D nyomtatóval előállítani. Hát 3D nyomtatóval biztos, hogy nem lehet arakni előállítani. Olyan, vannak olyan finom, vékony felletek, vagy anyagstruktúrák, amiket biztos, hogy nem lehet még. Hát lehet, de nem, nem vékony és finomat. a 3 nyomtató, ez egy kemény és rigid dolog. Tehát arra például nagyon jó, többször láttam, hogy textilre, kiemelkedő dolgot, mondjuk tüskéket, hogy ilyeneket nyomtatnak rá, az elképesztően tud lenni. De olyat, ami mondjuk a Star Trek discovery a, a, jelvény mintás a ruhákon, azt nem lehet azzal. Ellenben van, ö, azt nem tudom, hogy magyarul, vinil, tehát így hívjuk, amit rá lehet tenni, ki lehet vágni, és rávasalható, tehát hőillesztésre rárakható a textére. Tehát például azzal gyönyörűen lehet dolgozni ilyeneknél. Vagy az ember egyszerűen azt mondja, hogy nem, és megrendeli a discovery egyenruhát. ruhát. Én, én abszolút támogatom, mert amikor megláttuk, hogy a mém született a Discovery ruhákból, hogy tudod, hogy tudnám kicsesni a cosplayesekkel? Így! És akkor van ilyen official, egy ilyen ruha, amit megrendelhet az ember? Lehet, hát ugyanúgy néz ki. Tehát uh -huh. a AliExpress, Ebay, én a annyira nem is nem, de tudom, ott ja, hogy távoli, jelmeznek. távoli országokból hát a távoli érkezik. ország, meg hát ha valaki olyan, hogy ezt bevállalja, vannak, akik bevállalják egyébként, tehát, hogy megfelelő felszereléset ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, nem te kis kezecskét bevágod ki a kis jelvénykiket, amik egyébként ilyen félcentisek. Van plottergépnek hívják, beteszed a gép, a fájt, azt szépen kinyomtatja, kivágja, és te megkapod egyben, nem darabonként, hanem egy nagyobb vinyl darabot, és azt fogod rávasalni. Tehát meg lehet csinálni, de biztos, hogy, valahol valaki megcsinálja ezt. Nagyon e sok e effort. Szótával. Nagyon sok, nagyon sok. Indokolatlanul sok. Tehát ez a, ez a plotter vágója 400 és 500 euró között van. Uh -huh. Kezdjük itt. Kell venni ez az erős kék anya. Tehát azért ez egy nagyon hosszabb beruházás, de ha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor abszolút megéri. Vagy az AliExpress eBay környékén 100-120 eurós beruházással megveszi az egész jelmezt. Arany, ezüst és azt hiszem bronz jelvények a rag létának megfelelően. Ennyi. Na hát két mágró is említésre került, nem véletlenül, de most egy másik hírünk is van vele kapcsolatban. Bloomingtonban, Indiana államban. Egy szobor készült róla, ez nem mai hír, viszont két mágru mostanában látogatta meg, és több fénykép készült róla a szobor mellett. Megérdemli Janeway kapitánya szobrot, hiszen hazahozta a Voyager-t. De félretéve a viccet, én szerintem ez tényleg egy méltó dolog, mert hazai rajongót is láttam, és külföldi rajongót is, aki azt írta, hogy a Voyager az a sorozat, ami őt nehéz depressziós időszakon is átsegítette, és hát ebben két mágrúnak is kulcs szerepe van. Úgyhogy ez a szobor, ez szerintem teli találat a Janeway jövőbeli születési helyén. Igen, igen, igen. de az is jó, mert Kirknek is van, tehát jó esetleg többet is látni, hogyha így fölbukkannának. Mert egyébként maga az ötlet is édes. Tehát ez olyan, mint a Kalambó szobor Budapesten, hogy valami, ami szép, valami, ami boldog. Miért ne tehetnénk ki olyan dolgokat, amik boldoggá tesznek minket végre? Nem csak katonák, akik régmúlt időkben harcolnak, ők is sokan megérdemlik, sokan nem. De, de miért nem tehetnénk ki valamit, ami csak egyszerűen szép és jó a lelkünknek? Ugyanez vonatkozik James Make szobrára és Bloomingtonban. És ebben a szempontból szintén értek, hogy a Voyager az egy olyan biztonsági játékos történet. Tehát én mindenkinek, aki nem Star Trek-es, mindig azt javaslom, hogy azzal kezdje mert az egy kerek egész. Kapsz egy történetet, kapsz egy szertet a Star Trekből, ami nem annyira brutálisan durva, tehát nem, nem próbálkozik ö, elképesztő magasságokba menni, vagy olyan epizódokat adni, mint mondjuk a Deep Space Nine, hogy most ki, a, ki az áldozat, ki a agresszor, mondjuk a Bajoria, a esetében, és hanem van egy történet, haza kell menni. Ennyi. Haza kell a szeretteidet, vigyáznod kell rájuk. Igyeksz el felfedezni a világot, mert utazáshoz nem megy, hogy csak mész egyenesen, mert meghaltok abba. És, és ez az, az egész annyira tényleg összekovácsolta a regénységet és a történetet, hogy egy szép kerek egész, egy boldog kerek egész történet. Mindenki, aki nem szálltak, és ezt bátran el tudja kezdeni. És ezért is jó, és ezért is jó, hogy egyrészt két múlgrával egyre nagyobb szerepet kap, vagyis egyre látványosabb, nem is nagyobb szerepet kapott, hogy egyre jobban látják az emberek, hogy ott van Jamie, és hogy a Voyager mennyi mindent csinált, és Jamie mennyi mindent csinált. Eddig is ott volt, csak valahogy úgy méltatlanul mellőzték. Szerintem legalábbis. Nem tudom, azért mert nő, vagy mert két múlgrá, vannyira annyira nem szerepelt a közösségi de passz. De most egyre jobban fedezik fel, és ez egyre jobb, és, és a Star Trek világa is ezáltal kinyílik jobban. És ez a szobor is, meg a látogatás is maga egy erre egy szuper bizonyíték. Valóban a Voyager az egy nagyon jó közvetlen és személyes hozzáférést tud adni a Star Trekhez bármely rajongói nemzedékben. Itt tényleg egyébként ilyen több nemzedékes, tehát nem egy ilyen, ilyen családi Voyager nézésről tudok, hogy, hogy édesanyja és a lánya nézte és a többi, tehát különösen jó hír, hogy a, 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 női rajongók száma is nagyobb, bár egyébként a Star Trek sorozatok szerencsére nem panaszkodhatnak ilyen tekintetben. Ugye a több generációs nézés, ami az eredeti Star Trek sorozatnál is egy, egy konstans jelenség volt, neveztesen a családok küldtek le nézni. És a mai Star Trek sorozatoknál viszont már azért, ugye a New azért le kell határolni, hogy hogy egy kicsit magasabb korosztály, egy kicsit szűkebb a tematika miatt, míg a Voyager az teljesen általánosan a történetmesélésben klasszikus, a látványvilágban viszont már elég modern, és most tegyük félre ezt, hogy milyen felbontásban, minőségben tudjuk ma napság visszanézni, nagyon jól továbbít szerintem a, a, ugye ennek az érának, a 90-es éveknek a Star Trek világát, és nagyszerű hogy két Magró egyszerűen ilyen aktívan jelen van, és, és, lehet látni, hogy élvezi ugye a, a Star Trek a, a, az alaptémáját, Jane egy mentor, vagy hát a hologramja, egy, egy, mentor fiatalok számára, egy útmutatást ad, és, és olyan könnyedén természetesen adja a, azokat az értéket, amiket a Star Trek képvisel, és euh, tényleg erőködés meg izzadság nélkül jön át a Star Trek euh, jobban, mint a élőszereplős szereplős sorosztokban. Most elfogult vagyok, mert tényleg most másodszor újra néztem a, a Prodigy-t, várva így a, a, az új euh, évadot, vagy az évad másik euh, felét, és euh, nagyon örülök, hogy így rendezvényeken keresztül is két Mölgrú euh, euh, sokkal jobban jelen van, és tényleg képviseli azt a kicsit elhanyagolt ö, szegmensét, ugye, tehát szerintem így a, ha belegondoltok, a, ugye a TNG-nek egy erős markáns jelenléte van, ö, meg nagyon jó ö, kialakult egy baráti közösség azokból a, a ugye a szereplőkből, színészekből. Ö, a Deep Space Nine-nál ugye a dokumentum éreztük, hogy igen, ez is milyen nagyszerű volt, de az utólag nincsen olyan jelenlétük sajnos a, a szereplőknek és a Voyagernek sem. Tehát egyre mással ugye olvastunk, vagy hallottunk arról, hogy, hogy nem, ér, nem, 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 alakult ki az, de ennek most cáfolata lehet az, az amit Kép tesz, meg hát azért emeljük, hogy azért hozzákapcsolódva azért akár más karakterek is megjelennek. Ezért nekem egy kicsit azért picit Ilyen, ilyen, furcsa, hogy most például a prodigy majd például kifejezetten TNG-s karakterek jönnek, akik nyugodtan mehetnének a TNG tematikus inkább Lower dex be is. Na no de hát két duplán is ott lesz, így, és hát igazából már gyakorlatilag azt veszik, a mai felvételünk napján van az amerikai premierje a 11. epizódnak. Picit várni kell Magyarországon, Igazából nem tudjuk pontosan mennyit, de előre november közepén megjönnek azok a, az új részek a magyar ö, csatornára. De azt hiszem közben is lehet szórakozni valamivel, Csaba, mert te igen jó szórakozást találtál a Prodigy két etapja között. Igen, hát két dolgot tehet a Prodigy-re váró rajongó. Az egyik az az, hogy az ismétléseket megnézi, tehát az első évad első etapját az bepótolja, akár magyarul is, erre azt hiszem lehetőség van, de most már nem merek mondani semmit, és van egy Prodigy videójáték, ez a Supernova című produkció, és ez egyébként történetileg pont az első évad két etapja közé helyeződik. Ez egy olyan 8-10 órás szórakozást jelent, tehát nem csupán egy epizód, hanem hogyha időarányosan tekintjük, akkor ez egy egész évadnak is elmehet, aki, aki a történet után kutat még. És hát tulajdonképpen miről is van szó, itt egy ilyen felülnézetes mászkálást kell elképzelni. Aki egyébként gondolkodik rajta, hogy beszerzi az, és csak hallgat minket, az tekerjen ide a YouTube-on, mert bevágok ide majd gameplay szekvenciákat, és megbizonyosodhat róla, hogy ez neki való-e. Szóval úgy épül fel a játékmenet, hogy harcolni kell, itt ugye különböző ilyen vacserek, fognak jönni, akiket el lehet püfölni, illetve le lehet lövöldözni. Vannak benne fejtörők, illetve ilyen minimális felfedezéssel is eltölthetjük az időt. És hát van olyan is, hogy igen, ásványokat lehet gyűjteni, amit el lehet költeni, de ennek inkább a pótcselekvés része az, ami szórakoztató, mert szét lehet verni ilyen hordókat, amikor éppen nem harccal töltjük az időt, akkor ez mindenképpen egy felfrissítő élmény a játékosnak. Na most ezeknél a játékoknál azért azt el kell fogadni, hogy amikor te mész a saját utadon, akkor egyszer csak szembe jön egy fejtörő a semmi közepén. Tehát dobozok vannak kikészítve, meghatározott módon logikusan kinyitható ajtók, ez körülbelül olyan, mint a Galaxy Questben, amikor megjelenik a hajón egy ilyen mozgó akadály, talán még ott egy ilyen láng is felcsap, és akkor megkérdezik a szereplők, hogy de hát ez most miért van itt, miért így van megtervezve a hajó, de egyébként, hogyha ezen túl tudunk lendülni, akkor szórakoztatóak ezek a fejtörők. Na most ez a videójáték alapvetően ilyen családi szórakozás, le lehet ülni gyerekkel, tehát egy ilyen kooperatív élményként Dál és Gwen ugye párban irányíthatók, mindenképpen ők ketten vannak a képernyőn, hogyha egyedül játszol, akkor váltogathatsz a két karakter között folyamatosan, hogyha ketten játszotok, akkor két kontrollerrel fogjátok irányítani. Elég egyszerűek a harcok, és a, és a fejtörők is, pont abból azokból kifolyólag, hogy szerintem ez nem a hardcore videójátékosoknak készült, hanem azoknak, akik nézik a Prodigy-t, esetleg így családilag is bele vannak folyva a történetbe, és akkor azt mondják, hogy na, akkor így karácsonykor ebbe a videójátékba is belecsapunk. Úgyhogy én, én azért elég könnyen végigmentem ezen, tehát a fejtörőkön nem nagyon kellett gondolkodni, ettől függetlenül tartalmas maga a szórakozás, tehát jó élmény, de, de aki rutinosabb, az, az lehet, hogy úgy fog rajta végigmenni, mint kés a vajon. De ez változó egyébként, mert a Trek Movie-nak a reviewjában azt láttam, hogy akik oda leültek, az egyik teszter egyáltalán nem volt videójátékos, és neki nehéz volt. Tehát ő elakadt például a fejtörőn, és nem is tudta a fő ellenséget legyőzni. Tehát ez különböző célcsoportok jöhetnek itt. De az mindenképpen jó, hogy amit a Dév említett az előbb, hogy itt a New nagyon oda kell figyelni, hogy hogy vannak a korhatárok, kit lehet leültetni például milyen Star Trek sorozat elé, ez kifejezetten fiataloknak, tehát itt bátran bármelyik epizódot, akár ezt a videójátékot gyerekeknek meg lehet mutatni, és ez egy kifejezetten jó pont ilyen szempontból, tehát ez a játék, ez kőkeményen kijelöli az ő saját célcsoportját. Tehát prodigy nézők, Star Trek rajongó szülők, fiatalok, akik most kapcsolódnak be a Star Trekbe, igazából nekik szól. Lehet ez a külső videójátékosoknak is egy, egy élmény, de nem biztos, hogy az lesz, mert azért nem ez a legszebb grafika, amit videójátékban láthatunk, így hogyha megnézzük így távolról szemléljük, akkor, akkor elég mutatós és elég szép, de hogyha jönnek a közeli animációk, akkor, hát, akkor azért vannak bajok, tehát ott elszörnyűködhetnek a, a rutinos játékosok, de aki teljesen friss szemmel jön, annak ez nem lesz probléma szerintem. Úgyhogy nekem ez egy tök jó élmény volt, mert úgy éreztem, hogy kaptam még egy jó adagot a Prodigy-ből, főleg így a, a második etap előtt valamennyire fel is tudtam magamat zárkóztatni, hogy most akkor hol tart a legénység. Kapcsolódik némiképpen az első évadnak a végéhez is a dolog, tehát bele van ágyazva a történetbe. Nem hiszem, hogy enélkül ne lehetne élvezni a, a soron következő folytatást, tehát szerintem ettől nem kell tartani, de aki viszont ezt végigjátsza, az kap egy kis pluszt. A történethez, és kap egy kis plusz karakterfejlődést is. Nem mondom, hogy itt aztán a világ minden írói bravúria végre van hajtva, de jók a párbeszédek, és eredeti szinkronhangok vannak. Tehát a sorozatnak a, a szinkronhangjai jöttek ide. Két mágrú is itt van. Ez mindenképpen pozitív, és nagyon szórakoztatóak a, a szinkronhangok és a párbeszédek. Úgyhogy tök jó Star Trek rajongóknak én, én, javaslom, mert azért Star Trek videójátékból nagyon ritkán kapunk. Mobilos játékok vannak, de ilyen, hogy konzolon el lehessen indítani, nem is tudom, talán a Bridge Crew volt utoljára, amit meg hát a Star Trek Online az folyamatosan van, de az egy más típusú, az egy, az egy komolyabb elköteleződést igénylő kikapcsolódás, úgyhogy ez, ebbe bele lehet csobbanni, tehát ez, ez, bárki elindíthatja. Már itt a videók alapján szerintem látni lehet, hogy ki, az, akit ez, ez meg tud érinteni, és nem, annyira sokáig nem tart, hogy, hogy unalmas legyen, de viszont hosszabb, mint egy epizód, tehát tökéletes egyensúlyban van ez az egész. Hát azt hiszem, Xbox-ra egyébként van Star Trek, kicsit egy stratégiai játék jellegűen elfoglalósos, haladós Uh -huh. Romulának elleni van. De talán a víre is van valami, de elég kevés a, a Star Egész, az egész Star Trek pörcsön, de ez valami nagyon kevés. Úgyhogy ezt, ezt megtarulhatnák a riválisoktól, hogy igen, tessék, ezt is tolni srácok. Meg kell. Hát nekem nagyon tetszik a, a látványvilága, mert hozza a prodigy ezt a, ezt a kellemes, tényleg szemnek kellemes látványvilágát. Én ilyen rajzfilmen alapuló játéknál meg tudom bocsátani, hogy a, a grafika nem hoz többet. Akár a textúrák, vagy a, vagy a, animációk felbontása, vagy minősége, mert nem is, talán nem is az a célja egy fotorealisztikus környeztető eladni kívánó játéknál. Nyilvánvaló, hogy ott, ott teljesen realisztikus vízfelületeket, növényeket, várunk el. Itt viszont eleve idegen bolygókon vagyunk, és mint rajzfilm adaptáció, vagy animációnak az adaptáció, teljesen vagy. egyébként azt se zárom ki, nem vagyok szakértő a témában, hogy akár még a magát a prodigy is talán valami Unreal engine csinálták, mert csinálgatnak ugye a, ezeket a LED háttereket is Unreal engine csinálják. Tehát nyilván alkalmas rá, hogy egy fix animációt vagy szekvenciákat elkészítsen, de egyébként Csaba, azt, amit a cikkben is említetted, ugye a review-ban, hogy tényleg gratulálok egyébként gamer újságírókénti debütálásodhoz. A nagy másik univerzumot, hogy ott is ugye vannak ugye ezek a CGI alapú rajzfilmek, ezek a 2010-es évekből Clone Wars, Rebels, ezekre lehet gondolni, egyébként most is kiött egy új jedi ilyen mini sorozat, aki dok dokut, dokut szereti, az nézze meg azoknál nagyon láttam, hogy ez a 2014-es Clone Wars az olyan volt, mint egy 2004-es videójáték szinte, vagy 8-as, vagy nem tudom. Tehát éreztem nagyon, hogy nagyon túlságosan lecsupasztottak a textúrák, a karaktermozgások ilyen, éreztem, hogy mintha egérrel mozgatnák őket, nem volt motion capture, tehát nagyon, és ez még a, a lázadókon is látszik, de a cselekmény viszont volt annyira mozgalmas, hogy ezt felettette míg a Prodigy ugye 2020-as, hát az többeneltes minőség. Tehát tényleg, a, tehát mondom, az mozi filmes CGI minőség, és én nézek, mondom, napi szinten nézek animációkat. Ugye a, a Lower teljesen más, az ugye a kettődés szint a kézzel rajzolt, az egy nagyon kellemes szemnek az is, de itt a 3 d műfajban, vagy nagypályások között a Prodigy nagyon jó. Most ugye már egyébként kíváncsi leszek majd arra a streamre, és bevallom, hogy nekem ennél a videójátéknál csak egy dolog akasztana meg, hogy így, így spontán már ha ezt tényleg ilyen casual game és a prodigy szeretők nekivághatnak. Nekem ez a izometrikus, jól mondom? Igen. Hogy mondom, hogy ezek a, ez a felső nézet, ezt én nem szerettem. Tehát az a helyzet, hogy egy nagy FPS, meg ilyen maximum TPS, tehát én a uh -huh. Elite Force, ugye az is egy akciósúter volt, ott is voltak egyébként fejtörők, ilyen energia, rácsokat helyreállítom, még ilyen apró cseprő dolgok, ezek mindig tetszettek, hogy beleteszik az akciójátékba. Tomb Raider nyilván az a külső nézetes, az az nekem nagyon tetszett is. Van Valahogy nekem furcsa, hogy a készítők, ugye nyilván mondjuk azt mondom, hogy nem tudom, most egy tíz éves korosztály mennyire bonyolult játékokkal játszik, mert régen a tíz éveseknek szerintem igyekeztek ilyen, például a seregből készült játék Simpson család, ilyen kis platformer, ugrándozós... Lion King volt régen, ilyen oldalnézetes, de hát, az hú, régebben hú, hú, volt. Aladin. Akár oldalnéz, Aladdin, a többi, Prince of Persia, tehát akár oldalnézetes, de akár ilyen hátulsó nézetes, hogy irányítasz egy-egy figurát, vagy több, fél, több figurát. Szerintem azért, ez is azért ilyen izometrikus, mert tulajdonképpen a kamerát te nem tudod kezelni. Az nekem lehet, nagyon hogy... Az, vagy, az, a, az lehet, engem Lehet, hogy... ugye mozogni az egérrel a jó... Igen, de lehet, hogy vagy egy, fiatal, rá. egy fiatalabb játékos, Mások. aki most, most fog először játszani, neki lehet, hogy ez, ez bőven kimeríti a, a lehetőségeket, és neki egyszerűbb így, hogy csak a, a karakternek a mozgását kell követni. Egyébként az, hogy ráböksz az egére, hogy mennyi ide, és akkor a dál oda megy, és a Green is oda megy? Azt nem tudom, hogy PC-n hogy van, illetve ja, mocs, hát, én, én Playstation-ről játszottam, ott kontrollerrel lehetett, de a Track Movie review-ba volt egy teszter, aki billentyűzettel játszott, és a, azt hiszem a dupla WASD Mm, tehát a klasszikus Magyarul egy fluid mozgás van, tehát én mondjuk folyamatosan mozog, balra jobbra megyegetek, és akkor amikor elérem azt az adott pontot... Hát ez na, egy akció, igen, ez egy ja. akciójáték. Hát akkor kvázi, az akkor. Igen, akkor igen, még igen, igen. Ezek a fejtörők most, hogy mondtad, hogy a régebbi játékokban is volt, itt inkább az a pláne, és azt kell kiemelni, hogy a fejtörőket együtt kell kooperatív módon megoldani, akkor is élvezetes, hogyha egyedül csinálod a két karakterrel, de valahogy a két, mert ugye két különböző képességgel rendelkeznek ezek a gyerekek, és például az egyik felemel egy nagyobb súlyt, a másik átkúszik alatta. Az egyik az ilyen kötélhidat képezés, akkor a másik át egyensúlyoz, tehát kiegészítik egymást ezek a képességek, és ez egy tök jó élmény, hogyha tényleg ketten játszol valakivel, akkor ez a közös sikerélmény, az ami, az ami, rendkívül jó tud lenni, és ilyenkor jó, hogy, hogy könnyűre van belőve a játék, mert nem frusztrál szét, hogy hú, most hogy is kéne ezt a fejtörőt, vagy ez a harc, ez nagyon nehéz, akkor csak idegeskedés lesz, és szerintem itt a fejlesztők azt célozták meg, hogy ez mindenképpen egy, egy közös élmény legyen inkább ez a játék. Gamer 365-ön el lehet olvasni az írásomat, köszönöm szépen a tesztpéldányt. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 1990 nyarán mindenki a Star Trekről beszélt, és tényleg felkerült a térképre az új nemzedék, nem csak az olyan megszállottak elemezték a harmadik évadot, mint mi, de ez a cliffhanger, ami itt az epizód végén található, az ténylegesen egy új dimenziót nyitott a Star Trek számára, Ronádi Moore is megerősítette, hogy innentől kezdődik a Star Trek új, időszámítása a Rick Berman érában. Hát természetesen a két világ legjava című epizódról beszélünk, The Best of Both Worlds, továbbra is Kathleen a vendégünk, Dave szerkesztőtársam is jelen van, én pedig Csaba vagyok. Hát ez a cliffhanger, ez bosszantó lehetett azoknak, akik meg tényleg három hónapot kellett várni a folytatásra. Ma már szerencsére abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy ezt egy ilyen feature filmként is megtekinthetjük. Én bemutatok itt egy verziót, ugye a TNG-nek a dupla epizódjait egy időben meg lehetett vásárolni ilyen feature length Blu-ray kiadásban, yeah. és akkor itt egy olyan csomagolást találtak ehhez ki, hogy így ki lehet a pikárnak az arcát nyitni, és akkor belül van az ember pikár, itt kívül meg a Borgá alakított uh, Pikár kapitány. Én az előző műsor végén azt mondtam, hogy ez minden idők Pikár epizódja, de tévedtem, mert valójában ez egy Riker epizód. A Pikár epizód az majd a familyben fog következni. Itt ténylegesen arról van szó, hogy mit keres még itt Riker a fedélzeten, és ez Michael Piller, az író, legbelső dilemmájából fakad, ugyanis neki lejárt a szerződése itt a Star Trek produkciónál, úgy tervezte, hogy hát nagy valószínűséggel le fog lépni itt a harmadik évad végén, úgyhogy megírta az első részét ennek az egésznek, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, rátok bízom a folytatást, és sétált volna ki az ajtón, de Gene Roddenberry azért marasztalta őt, és sikerült még egy éves szerződést kötni, de azért Michael Pillerben is ott volt a dilemma, hogy ezért szeret itt lenni, menjen vagy maradjon, és kifejezetten Rikernek a karakterébe beleírta az ő gondolkodását, illetve az ő akkori helyzetét. Konkrétan, amikor Troy és Riker beszélget, az az ő fejében lejátszódó ilyen saját belső dialógus volt. Na, hát Riker epizódok azok vegyesek szoktak lenni. Szerintem ez egy, ez egy jobb fajta Riker epizód, és én nekem ez a best of both worlds nem, nem a pikár miatt van, meg inkább az is egy erős dolog. Nekem mindig ez a shelby Riker szál, ami először eszembe jut, és Elizabeth Danei egy fantasztikus jelenség itt a Star Trekben. Én nagyon örültem, hogy megnéztem az extrákat is ehhez a epizódhoz, dupla epizódhoz, mert itt a színésznő is nyilatkozik. Talán ezen a kiadványon egy ilyen 2012-13-as környéki interjú van. Jó, ez a Shelby karakter, ez, ez felrázza a dolgokat. Színésznő ezt az utasítást kapta, hogy hogy tekerjük fel a, a konfliktust. És uh, Michael Piller azt mondta, hogy Folyamatosan kérdésként felmerül, hogy elsikkad ez a, ez a rájkerügy, hogy mit keres még itt a hajón, amikor már kétszer felajánlották neki a kapitányi széket. Egyszer és mindenkorra tisztázzuk a helyzetet, hozzuk kényelmetlen helyzetbe őt is, meg a nézőket is, és akkor nézzünk szembe ezzel a szituációval. És ezt nagyon jól megoldották, tehát, tehát Shelby tényleg felrázta a, a, a karaktert, felrázta az egész Enterprise-t, és a színésznő elképesztő jó munkát végzett. Az a, az a pici mosolyok, az a... Egyszerre flörtölt Rikerrel, és ellene dolgozott. De tényleg, tehát nem tudtad eldönteni, amikor ránéz, hogy ő most bejön neki Riker, vagy meg akarja folytani. Valahol mind a kettő, valahol egyik se És valami elképesztő volt, hogy amikor rászólt, azt az első epizódban volt, másodikban. A gépházban vannak, ott van Wesley, Déta, És elküldi őket aludni. Elküldi őket. Őket aludni és ahogy kivonul, mert az egyszerű kivonulás volt. Jól van, és így... Mm, olyan jól működött köztük a kémia, még néztem volna őket egy ideig, hogy találkozzanak újra és újra, vagy vagy a csajból a kapitány lesz, vagy rá kellene lesz valamit, hogy néztem volna még az interakciót, mert elképesztő jó volt tudottuk a kémia. A szóval, rivális, de tisztelem, mert hozzáértő, de nekem ő rivális. A kettő érzelem simán megfér egymás mellett. Nem mert kettő? ez egy folyamat volt szerintem, Igen. tehát amikor jött az elején a Shelby, ő úgy gondolta, hogy na hát a melbourne felajánlották neki, minden bizonyal elmegy innen, és akkor... Tehát ő, ő, ő már, úgy, volna. Ő, ő már úgy jött ide, hogy akkor enyém a munka. És akkor a Riker közölte, hogy ez ágában nincs, tehát nem is gondolkodott rajta, hogy elmegy, és onnantól kezdett el a Shelby nyomasztó lenni, hogy hát de hát azért rotálódjon már a, Igen. A, a rendszer, mert az rendben van, hogy itt ez a legjobb hajó és egy összeszokott legénység, de hát azért vannak itt feltörekvő tisztek. Igen, és igaza is van valahol, tehát hogy köteles vagy -e, tehát maga az elgondolás, hogy köteles vagy -e félreállni azért, mert valaki ambiciózusabb, mint te, vagy nem? Tehát ez is egy nagyon jó kérdés, és ezt szituációja válogatja. Tehát köteles vagy -e feladni valamit, amit elértél azért, mert onnan valaki tovább akar dobbantani. Tehát, hogy ez, ez abszolút egy személyes dolog, és ez, ez, nagyon jó volt megragadva egyébként az epizódban. Bár nem azok a kedvenciáltam, amikor Riker ezen gondolkodik, finoman szólva, Hánem, hanem tényleg, ahogy a elbivel kokettálnak, az mm. nagyon jó, az, az elképesztően felpesíti az epizódot az egész Star Treknek. Jó tett volna néha egy-egy ilyen, ilyen pe pestülés, Tehát ez tényleg egy friss alak, egy friss karakter, egy, egy más szemszög, elképesztő, hogy mi jól megdobta a dolgot. Én ezért szerettem egyébként Pulászkit, mert, mert szintén egy teljesen más közeget dobott be, ugye a, a, hogy teljesen bedobunk valami újat srácok, mert ilyen is van tehát, mert nem minden. Megyünk, felfedezünk, aztán néha rálövünk valamire. Hanem van ilyen is. Van, van helyezkedés, van diplomácia, és politikai is basszus. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt Shelby és, és Riker kapcsolat. ez nekem nem egy, nem egy Riker epizód, ez nekem egy Shelby epizód. És érdekes egyébként, hogy a színésznő rosszul élte meg a forgatás kezdetén ezt az egészet, mert ö, nem volt az kifinek kedvelője, és nehéz volt a technoblablát megjegyezni. És akkor jöttek ilyen szövegek, hogy separate the saucer section, assign a skeleton crew. Nem tudta kimondani. Tehát ö, ez a válaszzuk ketté a hajót, magyarban ez, ez, ez nem ennyire rázós egyébként, de itt az angolban ez, ez rettenetes mondat, és azt mondta, hogy rettenetes mondatokkal volt tele ez az egész, és az első napon nem is úgy jött a, a forgatása, hogy ő megszokta a szappan operában, hanem valahogy úgy rögtön a mély vízbe került, és nem tudott annyit próbálni, mint szeretett volna, és nem volt megelégedve magával, azt mondta, hogy ő kirúgta volna magát, de Jonathan Frakes megnyugtatta, hogy minden rendben volt, aztán az első nap után fokozatosan belerázódott, de én nem vettem észre, tehát nagyon, nagyon fluid, és nagyon jól beleillik a, a, tehát a tényleg Jonathan frakes nagyon jó kombót alkot a színésznő. Még egy, szerintem beszéljük ki akkor egybe Elizabeth Denehi nek az élményeit, ő azt mondta, hogy el volt kápráztatva, hogy megérkezett itt a díszletekbe, minden világít, tehát úgy látod, ahogyan a képernyőn, ahogy a végleges filmben, egy, egy mint ha tényleg egy űrhajónak a fedélzetén lennél, és eljön a pillanat, amikor hát meglövik a hajót, vagy valami történik, és rászkódni kell. És akkor ő várta, -e, hogy na, itt akkor most mi lesz? Hát az történt, hogy nekik kellett rászkódni, és akkor elcsodálkozott, hogy ennyi, tehát ezt nekünk <laughs> kell csinálni, és akkor hát igen, mondták neki, hogy ez úgy működik, hogy van egy rászkódási faktor egytől tízig, és akkor mindig bemondják, hogy most egy, mennyire súlyos rázkódást kérnek az adott színésztől vagy színésznőtől. A tízes az már olyan, hogy elesel, meg ráborulsz a, másik. A tízesnél élet. a, a fogja magát és átugrik a konzolán a, igen, a igen, előre. igen. <laughs> Ez nagyon -nagyos. Hát nem csinálom, hogy, hogy azért a szafpan opera és a szífi azért eléggé távol áll, de mondjuk ez is megmutatja, hogy minél jó a színésznő, hogy a két elképesztően távol álló történetben, meg, meg um, zsánerben ilyen jól tud mozogni. Tehát, hogy, hogy, hogy szerinte rossz volt, és mi így dicsérjük. Mennyire jó lehetett már akkor? Tehát ez, egy elképesztő, de, de ez egy nagy váltás, és jó, hogy megcsináltatott tényleg sajnálom, hogy nem láttuk többször, még többször ennél. Szerintem nem áll annyira távol egymástól a, a jól megért szappanopera, meg a science fiction. Jól kell írni, jól kell írni párbeszédeket, jól kell fejleszteni karaktereket, jól kell konfliktusokat előtérbe hozni, és kezelni azokat a lehetőségeket, amik benne vannak két ilyen karakter között, és ilyenkor nekem mindig lejön, hogy igen, ez 80-as évek, de mennyire, tehát az újranézési faktorban tényleg engem sem a borg ragad meg, sőt nem is kedvencem az ilyen borg epizódok. Tehát kifejezetten itt én is Rikerre fókuszáltam, mivel nekem egy kedvenc karakter, és és nagyon jó látni, hogy ő, ő fejlődik, vagy milyen problémái vannak mondjuk a saját fejlődésével. Vagy éppen nincsenek. Tehát ahogy fölépítik rájuk, hogy látszólag egy, egy figura, de ez igazából a, a, modor, tehát aki könnyen terem kapcsolatot a legénység tagjaival, de belül egy egy, 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 lojális és egy visszafogott, egy egyenes jellem, akár mondhatod, hogy kiszámítható is, amikor megjelenik egy ilyen faktor, mint a Shelby, tényleg a, a, a tűzről pattan, törekvő, feltörekvő, és akár át is gázoló, mert ez bele volt írva a karakterbe, és ez nagyon, szerintem nem tudom, hogy ment át ez a a szűrőjén. Lehet, hogy nem adták oda neki Külső, azt a szűrőt. Azt mondta Jonathan Frakes, hogy külsőknek kellett mindig hozni a konfliktust. Tehát az nem lehet, hogy mondjuk a Jordi értem. és a Riker egymással igen. nagyon összekapnak, hanem kívülről jöjjön egy admirális, vagy egy ilyen parancsnok helyettes, Jó, és akkor hát, ők hát, szállítják e, Igen, és ez megmutatja, hogy tényleg a csillagflottán belül különböző személyiségtípusok dolgoznak, és néha egy bizonyos ö, látásmód vagy hozzáállásmód kell. Láss itt a Borg ellen, tehát Selby nagyon hamar eljutott ennek a Borg taktikai részlegnek, hogy amit gyorsan fel kellett építeni az élére, mert ö, annyira professzionális volt, és ugyanakkor a személyisége, ö, tehát egy, ő egy ö, azért ö, keresztül tudja vinni magát. Tehát meglehetősen ö, határozott egyéniség. Most ö, Ö, föl kell idézzem most bármennyire is a másik univerzum, ö, van az, a, az Andor vagy Endor című sorozat, ami ö, gyönyörűen ábrázolja ezeket a finom részteket a, a lázadás kialakulásnak háttérében. Tehát itt már tényleg belátunk a, a birodalmi biztonsági, a teljesen különböző hozzáállások mindenféle sablonok nélkül is. Van egy Dedra nevű birodalmi biztonsági karakter, ez a hölgy szakasztotta Shelby tehát rendkívül professzionális törekvő, de nem az, hogy letapossa a másikat, hanem hogy mindig rátesz és mindig túltesz a munkájában. Tehát mindig ott is gyanút keres, hogy hát ezek a lázadó, lázadás jelek, ezek nem lehetnek randomok, ez már túl véletlenszerű. Itt valami nagy szövetség szerveződik a birodalom ellen. Nem spoilerzek, ezek, mert 40 éve tudjuk, hogy a lázadás hogyan épült fel kis sejtekből. És ő ezeket így kezdi összerakosgatni, és nem akarják hinni, hát a birodalom ellenállt kiklázadnának. Most vissza a csillagfogtához a borg, amit nem tudunk legyőzni. Ahhoz próbálunk szuperfegyvert fejleszteni, illetve Jordi is próbál, nem tudom, két óra alatt összerakni valami nagyon szuper megoldást, de kell az emberi hozzáállás vagy tényező is. Tehát Rikernek a jól működő hozzáállása, a kiszámítható, hogy a lefekszünk, ötkor fölkelünk, és lemegyünk, a, megvizsgáljuk a bolygó felszínét. És azt mondja sebid, hát én úgyse tudtam aludni, pörgök, nem tudom, 120%-on, és Déta nak úgyse kell alvás. Déta meg vállat lementek, Orbán lesugározta őket. Tehát úgymond a csillagflottában ezt a kis rugalmasságot, tehát nem a Discovery hozta be azt az első karaktert, aki úgymond idézi elbe lázad, oda megy bőrnem nem is leüti a kapitányát az már kicsit erős. Hanem az ilyen Shelby típusok mutatják meg, hogy így, így lehet lavírozni, hogy mondjuk, hogy karrierista, oké, okay, de ö, olyanféleképpen olyan kell neki nem csak az, hogy a Riker-t fölrázza, hanem a, a, flottába is azt a vérkerinkést bevigye, mert ugye Jordi, mint egy jó barát, vagy egy lojális tisztot, csóvája csóválja a felét, mondja a Détának, hogy látod Déta, most az a nő itt, itt hibázott, hogy a Riker-t, tehát nem kérdezte meg Riker-t, átlépett rajta. A Henson is azt mondja, hogy ez a nő helyre tett minket. Tehát ő ott is kibrusztolta magának ezt, és az admirális ezt úgy kezeli, hogy jó, akkor ennek szabad kezet kell adni. Tehát Itt így van a életkez. szabad kéz, erről szól a szabad kéz, hogy azokban az akciókban ő szabad kezet kap, és gyakorlatilag Brákernek meg a hajón belülket. Tehát Breiker az ütközőpont, akinek le kell szerveznie, hogy például a kollégái együtt dolgozzanak Shelbyvel. A legjobb példa a Jeliku. Mindenki ide, ismeri, Pikárnak dolga van, ö, akcióba hívják, és jön Jellico a helyettes kapitány, és tökre más, mindent máshogy csinál. Egy vaskalapos, kemény, magát szintén nagyon keményen keresztül vívő típus azonnal ilyen a ilyen szlogati beosztás, így működik, úgy működik. És ott Riker szintén leül vele, hogy uram, jönnek a visszajelzések, nem nagyon működik, ez a legénység így van összeszokva. De az a baj, hogy ezt nézőként nagyon fáj, tehát Rikerrel együtt kínlódunk, hogy most ez a nő mit akar, ez fölbomlasztja az én jól működő csapatomat. De ezt azért kell elfogadni, mert a csillagflotta kvázi azért mégiscsak egy, egy szervezet, hát katonai alapon működő szervezet, beosztások vannak, parancsok, és voltak éppen ennek úgy kéne történnie, hogy jön a csillagflottától egy, hogy nevezik azt, ilyen briefing, vagy nem is, hogy nevezik, amikor egy parancs, áthelyezési parancs, hogy a Riker a képessége alapján önt áthelyezem a melbourne vagy a Titánra, vagy bárhova, és mivel az Enterprise az hajó, és most valószínűleg borg találkozások lesznek, ide áthelyezem shelby aki támogatja, és itt úgymond egy olyan látásmóddal szervezi a Borg harcot, amihez már ez a látásmód kell. Tehát Riker tökéletes rengeteg helyen, és Pikár ezt kimondja, borzasztó durván kimondja, egyébként rendkívül -egy, szelíden, hogy hát de ön is tovább fog menni az Enterprise, vagy visszük tovább. És ezt... Kemény mondatok. Hát, de igaza mert... volt a legkemelyebb egyébként a Rijker, amikor a Sávit a turblade és aki először néz az epizódot, ott még tényleg arra gondolhat, hogy, 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 itt forráspont van, és a végén tényleg átmegy egy, egy romantikus jelenetbe, és akkor utána reggel Pont ez volt más, a is, hogy ha még lett volna még egy epizód, akkor ezek összejönnek egymással. Hát remélem, nem, hogy volt. nem, mert sokkal jobb, jobb volt. sokkal jobb volt. Sokkal jobb volt, mert ráment erre a, 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 azt a mindenkinek a maga kis hatásköri, tehát hatásköri dilemmák vagy konfliktusok voltak itt. Tehát jön egy parancsnok helyettesi rangú nő, aki ezen a hajón egy taktikai tanácsadónak minősül, és Rákert átlépi a, az ő beosztottjait ő saját maga ide-oda viszi. Másik meg hogy amikor van egy egy dilemma, neveztesen azt hiszem ott a szétválasztás javasolja uhum. elég hamar ugye a Shelby. Separate sebbé. the saucer section. Ezeket tök jó, ez tök érkető, tehát a csészai szekciónak a, amit sajnos ritkán látunk, nem is tudom, hogy látjuk-e még, talán nem. a dissent uh, nevű... Ez jobb, az utolsó. Hiszem, Jól biztos. nézzétek meg, kedves nézők, a, ebben az epizódban a szétválasztás nem lesz többet a tg ben a nemzedékekben még lesz, de hát le is zuhana Veridian 3-ra. Valahogy elterjedt a rajongók között, hogy Patrick Stewartnak lejár a szerződése, és a negyedik évadban távozik. És nagyon jól rá tudott erre játszani a, a stúdió. Eleve ennek az epizódnak a cselekménye a afelé felé mutat, hogy itt elbúcsúzunk Patrick Stewart-tól. Nem volt erről szó egyébként egy percig sem, de akár lehetett volna, mert Michael Dornnak van itt mindig egy nagyon jó anekdotája, amit elszokott mesélni, hogy ő szerepelt egy sorozatban, most nem tudom megmondani, hogy melyikben, de már három évad lement belőle. És Michael Dorntól elbúcsúztak a harmadik évad végén, hogy köszönjük szépen a munkát, akkor jövőre találkozunk, szervusz Michael, és akkor mindenki mosolyogva elbúcsúzott egymástól. És hát Michael Dorn egyszer csak azt vette észre, hogy vagy valahonnan értesült róla, hogy már forgatják a sorozatát hát hetek óta. És akkor ő felhívta a producert, hogy hát elkezdtétek akkor nélkülem a sorozatot, és a producer pedig azt válaszolta neki, hogy hát Michael, hogyha van valami munka kilátásban, akkor azt javaslom, hogy inkább fogadd el. Tehát így tudomása nélkül távozott a sorozatból, és hát Michael Dornnak innentől kezdve az volt a taktikája, hogy minden évad végén meglátogatta Rick Börment, és leült az irodájában, és megkérdezte tőle, hogy Rick, kellene most új munka után néznem, vagy, vagy mi a helyzet itt a jövővel kapcsolatban, és akkor Rick Börment mindig mondta, hogy nem, Michael, nyugodj meg, jövőre egészen biztosan találkozunk. Szóval ez csak egy Arról szól ez a mese, hogy hát a show businessben azért semmi sem biztos, még azért Patrick Stewartnak sem biztos a helye. És hogyha mai világban beszélgetnénk erről az epizódról, akkor lehet, hogy ki is írnák Patrick stewart és ráj kerülne bele abba a bizonyos kapitányi székbe. Ez szület... Azért. Bocsánat, tehát ez, ez hasonló tényleg megtörtént. Például nem is olyan rég a Walking Dead-ben volt, hogy megígérték az egyik színésznek, hogy folytathatja, és úgy kiírták, hogy Levegőt nem kapon. Úgyhogy sajnos ez előfordul. Úgyhogy megkérdően a taktikája zseniális. Abszolút pont. De hát Michael Dorn ezt olyan, tehát amikor nyilatkozik a Michael Dorn, egy ilyen halál visszafogott, egy kedves ember, ilyen halk szavúan ezt így szépen elmondja, és annyira nem hasonlít a Warfra ez a csávó, hogy elképesztő, hogy ott kigúvat szemmel áll az a kilingon, a hídon, és, és várja, hogy, mi, hogy mikor tüzelhet a fotontorpedóval és a Michael Dorn képest egy ilyen ha halálgyugott ember, tehát így, amikor, amikor csak látod az interjúban átragad rád ez a, ez a kellemes nyugodtság, amikor beszél. És el is érte, hiszen négy év adig ott volt a TNG-ben és további négy évadban a The Space 9 ban és négy mozifilmben is jelen van, tehát uh, itt le nem tagadhatja, hogy a taktikája működött akármilyen, vagy jó az ügynöke. Ez mindenképpen célra vezető volt nem tudom, hogy ti mikor láttátok először ezt a cliffhangert, vagy egybe láttátok-e ezt az epizódot, mert én annyira át tudom érezni, amikor nézem ennek a végét, hogy ez, ez rettenetesen nagyot szólhatott. Tehát végig tekintve az eddigi tng n ez uh, iszonyatosan nagy. Ma már fel se kapnánk a fejünket egy ilyen mert cliffhanger, cliffhanger hátán, nem is lehetne szerintem ilyet csinálni, Engem már kifejezetten idegesít egy cliffhanger, bár, bármilyen jó is a sorozat, bármiről is van szó, nem tud ilyen hatást kelteni, bár akkoriban nem láttam, amikor hát 90-ben nem sugározták itt nálunk Magyarországon, talán a viaszaton is már egybe gyógyították, vagy nem kellett egy egész nyarat várni minden esetre, de mindig, amikor odaérünk ahhoz a bizonyos jelenethez, akkor akkor úgy érzem, hogy basszus kulcs, ez, ez rettenetesen nagyot, szólhatott ez az egész és. Szett megfelé is ezt nézte ezt a jelenetet, és azt mondta, hogy egyrészt rongyosra nézte videókazettán ezt az egészet, másrészt ez a cliffhanger alatt hallható zene, amit Ron Jones szerzett, ez alapján kereste föl ő Ron jones hogy a Family Guy-nak is ő szerezze majd a muzsikáját. Megfelelni állat, de imádjuk. Po mert, szíven po szívem pont olyan, mint mi őszintén, tehát ez az, az, a nagy rajongó, én, én szívből a cliffhangereket. Tehát szerintem a mostani sohatos aranykor legrosszabb döntése, hogy gyakorlatilag minden cliffhangerrel zárul, és ezt a, ez a TNG-ben is előfordul, de abban az írában nagyon ritka volt. De itt most a modern sorozatgyártásban ezt a csillagkapu Atlantis hozta vissza, és onnantól majmolja mindenki. Abban volt, hogy három epizód volt egyben, az évad utolsó kettője és a következő évad elsője. És így volt mindig háromban. És valami iszonyú volt. Tehát onnantól kezdve újra elkezdte mindenki, és, és szerintem minden cliffhangert egy ócska trükk. Most már az egy ócska trükk, de amikor ezt forgatták, akkor még nagyon ritka volt. De sőt, szintén egy ócska trükk igazából, hogy utólag bánéz, hogy pontot vágod le, tehát ja istenem, majd ettől biztos berendeli. Hát az esetek nagy részében nem. Tehát nem ezen múlik, hogy berendelik-e vagy sem. Rengeteg sci a humans kezdve a, a Firefly, Nagyon soknál olyan van, hogy cliffhanger, és aztán kalapkabát. És iszonyú. De, de, jó, hogy itt nem, nem így volt, és, és, tudták folytatni, és tudták továbbvinni, de elhiszem, hogy, hogy abban az időben, amikor ez, ez iszonyú ritka volt, nem volt internet tehát nem volt közösségi média, nem tudtad megbeszélni a a többi rajongóval, ott álltál te, meg a TV újság, volt esetleg rádiód, meg tévéd, és ennyi. Esetleg néhány ismerős havár, aki nézte, ha mondjuk mázit volt, és súlyban nézte, akkor osztálytársak, esetleg néhány kolléga, bár ott már ritkában szokott menni, és próbáld meg feldolgozni, kibeszélni. Hogy... Snit. Ennyi. Szia, holnap beszélünk. Három óra múlva. Vagy egy fél év múlva, vagy egy év múlva most már. Tehát elhiszem, hogy ez, ez iszonyú frusztráló, mert most is frusztráló, de akkor, mikor ilyenre nem volt példa, hát én a falat kapartam volna, komolyan mondom. Hát tehát, nem tudom, hogy lehetett ezt kibírni. Nem tudom, én, én el nem tudom képzelni, hogy ezt bárki hogy bírta. Tehát, hogy tényleg egy, egy nagyon izgalmas tetőponton így átvágni. Tehát még mindig ez egy nagyon ócska trükk. Nagyon szeretik a készítők, én, én tényleg nem értem miért, de ez egy nagyon ócska dolog. Tehát én, ha tehetem, ezért nézem úgy a sortokat, hogy egyben. Egy évadban, és ha tudom, hogy cliffhanger zárult, mert eljutott hozzám az információ, akkor nem nézem meg. Mondjuk ezért szerettem például a DC-nek a sorlatait, mert általában nem cliffhanger zárultak. Volt egy nagy történet ív, azt lezárták, és elkezdtek valamit. És így nem kaptál agyvérzést a következő évadig. De, de nem csodálom, hogy, hogy kiakadtak a rajongók, és nem olyan szinten, hogy, hogy ezt megélni akadtak ki. És persze, hogy elindulhatott a pedig, hogy akkor most Úristen, kiírják Patrick Stewartot! Hát miért? Hogy? hát Végig Rikerre volt fókuszálva az elvizsgálat. Teljesen igazuk van a, a nézőknek, hogy Basszus, hát ki fogják írni? Hát mi lesz velünk, te jó Isten? Hát ez a Patrick Stewart, az egy nagy név. Tehát ő, ő óriási név. De szerencsére, mi történt, de ezt nem tudhatták. Tehát ezt, ezt nyáron keresztül nem tudhattad. Ez is titokba tartották a, a készítést rettenetes módon, tehát még a vasz! családdal se szabadott beszélniük a, a készítőknek. Volt egy ilyen need to know basis az összes táptagnak, akik technikai munkatársak voltak, tehát nem tudom, a díszleteken dolgoztak, meg ilyenek, ők is csak a legfontosabb információkat kapták meg a munkájukhoz. Nem is a cliffhanger egyébként a legborzasztóbb ebbe, hanem az, hogy a folytatás sokszor nem tud felnőni a felépített. Katarzishoz, hanem uh, itt, itt Michael Piller is elmondta, hogy ő felépítette ezt a dolgot, úgy kezdte el írni, hogy fogalma nem volt, hogy ez hogy fog befejeződni, és ráadásul benne volt a pakliba, hogy ő elmegy. Tehát ő úgy készült, hogy ha elmegy, akkor ő ezt nem fogja befejezni, és nem is kezdett hozzá, és nem is kezdett el rajta gondolkodni, hogy ez hogy lesz folytatva. Valamikor a amikor megújította a szerződését, akkor július végén, 1990-ben leült, és elkezdte írni, és akkor hát bajba került, mert annyi, annyira sarokba szorította magát, hogy nehezen tudott kitalálni. És sokáig küzdöttek az írók, Michael Pillerrel az élen, hogy hogy lehet feloldani ezt a helyzetet, és mit lehet most csinálni ebben a szituációban. És, és jogos is, mert itt uh, érződik a történetben, van egy. egy... Nem tudom, dödcenő. Én így szoktam ezeket hívni. Érzed, mm. hogy van egy, van egy megakadás a történet folyamban. Nem tudod nem tud megfogalmazni, mi az, de érzed, hogy ott valami van, valami pici probléma, és valószínűleg ez volt az, hogy, hogy felépített egy történetet, aminek ő magasan tudta, hogy mi a vége, és ez a dödcenő érződik egy kicsit. Tehát ez kicsit szomorú, hogy így állt neki. Megértem, hogy miért így állt neki, mint ember, mint rajongó, viszont zavaró, hogy feladsz egy konfliktust, aminek nem meg a megoldását meg. Tehát azért ezt, ezt fordítva illik kigondolni, hogy megvan a konfliktus, és egyúttal a lezárás is, hogy aztán szépen visszafele fel tud építeni. Igen. Hát Michael Piller az a zen típusú író volt, az ő szavaival, ő azt mondta, hogy úgy találja ki a történetet, hogy ő kikapcsolja saját magát, hátralép, és előlépnek a karakterek az ő agyában, és elkezdenek beszélni. És amikor beszélnek a karakterek, akkor ő azt lejegyzeteli, és egyszer csak Dr. Crusher lépett elő az ő fejében, és tíz perccel az epizód befejezése előtt előállt a megoldással, hogy ami a borgnak a legnagyobb erőssége, az lesz a gyengesége, nevezetesen, hogy összekapcsolódnak ők, hát akkor használjuk ezt ki, és így fogjuk őket legyőzni. És működött is, bár érdekes volt, hogy Shelby karakter rákérdez, hogy mi az a nanit. Tehát most már a 20. században az, hogy nanit, nanotechnológia, nekünk semmi extra, de itt, itt inkább gondolom a néző miatt kérdeztettek rá a szereplő, vagy a néző tudja, hogy miről van szó. Hát igen, Csit, akkoriban hát, nem tudom, hogy ilyen. mennyire mennyire volt ez ismert, ez a dolog. De az egyébként aranyos jelenet, hogy igen. előállnak lelkesen az ötlettel, na, no, a nagyon jó, és akkor mi, mikortra tudjuk ezt? Három hét múlva. Az <laughs> nagyon aranyos volt. És akkor a Troy azt mondja, hogy hát három hét múlva már lehet, hogy csak ezek a nanitok fognak maradni a föderációból. Ez a magyarban nem jön át, mert rövidítik valahogy. Igen. Ezek a nanoszondák lennének? Szerintem igen. igen. Hát ami hetesben is... Minden bizonnyal. Ja, mondjuk ott, ott nagyon milyen tovább vitték a borg ö, tematikát. Én még egyébként a cliff, Cliffhangerhez ö, tényleg az, az volt eszemben, hogy ö, ezt ö, ezt a Cliffhangert azért csinálták jól, mert Rikernek azt a pillanatot emelték ki, hogy ö, egy ö, nagyon ö, nehéz döntést hoz meg és ezzel azért az ő, őt ott a csúcson ö, a, hagyták ott több, tehát abban a helyzetben tulajdonképpen ez volt jó. Nyilván a néző számára egy hatalmas bizonytalanság, hogy ö, itt ö, egyáltalán mi lesz Pikárdal. és ö, a cliffhangereknek ugye a, a komolyságát mindig a, a folytatás gyengessége szokta elvenni, amikor a következő évad első részében a cliffhangert ugye az első percben intézzük el, vagy mégsem működik a fegyver így van, tehát csökkentjük a, a, a jelentőségét, hogy ez nem is volt a nagy probléma, meg á, utána Riker azt mondta, hogy jaj, mégsem, mégsem, mégsem tüzeljünk, Mr. Wolf, tehát ez ezzel ugye kiveszed a, tehát az író saját magát ö, ö, lövilábon, vagy nem tudom, tehát már érdekes ez a titoktartás, a Dallasban volt szintén egy ilyen nagy cliffhanger, hogy ugye a jokit lelőtték. Igen. Még bőven a 80-as években, és akkor a Dallasról beszélt mindenki, mert ö, tényleg nem tudták, hát egy csomó embernek volt oka lelőni, és, és, le is forgatták, tehát még az Ellie asszony, ugye a Csokinak az anyja is rálőtt, tehát fölvették, meg mindenki szépen sorba, Bobby, stb., hogy maguk a színészek sem tudtak spoilerezni, mert mindannyiukkal megcsálták a lelövés jelenetet, és aztán persze kiderült, hogy ki volt az, de nyilván meglepetés volt a mai Star Trek sorosztok közül most kettőt tudnék gyors példának mondani, hogy a Discovery negyedik évad, amilyen kiegyensúlyozottan tudta lezárni, tehát gyakorlatilag egy 55 perces záró epizód, és azt mondták, hogy 35 vagy 40 percnél kész vagyunk. A történetet lezártuk. Most azt nyilván nem mondom meg, hogy hogy. De utána negyed óráig megmutatták, hogy mit csinálnak a szereplők az egész lezárás után, amit soha nem láttál még, vagy nagyon ritkán látsz, hogy, hogy nem tudom, van egy nagy akció, és az akcióhősök mit csinálnak? Lásd a Marvelben, amikor ott tömik a burgert, vagy nem tudom, magukba Ami egy elég spontán, azt a fölvétel is, ami későbbi, utóbbi... Vége főcím utáni jelenet Igen. nyilván a szuper sorozatokban ez a főcím utáni, és még mindig fontosnak számító jelenetek vannak. Viszont itt van, hát ha nem is Seth MacFarlane, de Mike mehen is uh, szereti, vagy gyűlöli a cliffhangereket, mert ugye hát, uh, ebben az évadban is van egy olyan rész, amikor uh, még ki is mondják a szereplők, hogy uh, no a cliffhanger az olyan béna, meg az, az, az nem, nem, szabad használni, viszont a, az a konkrét epizód olyan cliffhanger elejér véget, hogy tényleg uh, hátra esel. <laughs> Tehát ott, ott uh, csak ugye Loverdexről van szó, tehát most nem tudod, hogy annak milyen következményei lesznek, de szeretnek játszani a nézőkkel, tehát hogy beszéljenek róla, és a 80-as vagy 90 es években ez akkor még gondold meg, se internet nincsen, tehát itt kószal, tehát ilyen voltak ezek a track dinerek, például Németországban ilyen vacsorákon gyűltek össze a rajongók, és akkor hát ott volt, volt beszédtéma. És szerintem akkor még ez nem volt annyi, annyira nagy vétség, akár írói szinten, főleg, hogy még nem volt megcsinálva a másik rész, és én ezt se tartom hibának. Tehát meg lehet írni egy egész Sorosztott lácz koncepcióját, sőt, nem koncepcióját, szinteken a gyakorlatilag a plotot, ami olyan mélységig nem írnak Sorosztott most sem, hogy előre tudják, hogy mi lesz. És előre tudnak utalgatni epizódban, és tényleg ott lesz az utalás pár év mód múlva viszont az nem rossz írói hozzáállás, hogy elviszi egy drámai feszültségű végpontra, vagy egy csúcspontra, és ott, ott lejti, ott, ott hagyja a nézőt is, és még ő sem tudja, hogy mi lesz. Ez voltaképpen, hát a, azon kellett gondolkozni, hogy hogy győzi le a borgot. Na most ezzel a író maximálisan ugye e, így bele, belement a módszerbe, hogy e, itt kell valami, kell valami megoldás, és valami kézenfekvő és működő megoldás, amit a néző is elfogad, meg a karaktereknek is e, működik. Szóval nem rossz ez így e, írás szempontjából. Tehát ma mindig szoktunk panaszkodni, hogy az írók még az előző évadot se nézik meg, hogy e, hébe-hóba olyan ötletek vannak, amik szállterek idegenek, és akkor... E, Uh, hú, ez mennyire nem működik, miközben ez a spontán írás, ez néha jót is tud tenni. Nevezetesen ilyen megoldásokat hoz felszére, vagy Dr. Crusher kezébe adnak egy fézert hirtelen. Tehát ezek uh, ilyen váratlan pillanatok. Vagy hogy ott van rá, kell sábít választja első tisztjének. És azért észrevettétek, hogy azt hiszem Déta meg Jordi, vagy Déta is veszli egymásra néznek egyébként, ez tipikusan ilyen szappanoperás tehát mintha a déta is ember lenne, és így, így felvonná vállát, hogy hát mi, pont Selbit nevezik ki, tehát akkor mi van, mi ez a párfordulás itt. És ez is egy erős pillanat, mert Riker professzionálisan jár el. Tehát félreteszi azt, hogy Shelby úgymond a modorában vagy stílusában átátlépett lépett rajta, de itt most a, leg, a leghatékonyabb csapat kell, nem változtatunk semmin, de kell egy első tiszt, és az most legyen Shelby, aki eleve is erre a pozícióra ambiciózus és jól fog, fog ö, tudni működni. A legjobb jelenet szerintem ebben a második részben, amikor a Gainen belép a kapitány szobájába, és hát Riker ugye megkérdezi az üres széket, hogy mit tenne ön, ugye mit tenne Pikár ebben a helyzetben, és Gainen ezt elvileg nem hallja, de ő már úgy jön be, hogy erre reagál, hogy ne kérdezgesse, Pikár kapitányt, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Engedjük el a, a Pikár, Pikár meghalt. Még jobb is lenne, hogyha meghalt volna, mert akkor egyből el tudnánk engedni őt. A saját útját kellene kiválasztani a Rikernek, és a saját kapitányságát kéne itt gyakorolnia. Igazából akkor ott van egy töréspont az epizódban, amikor Riker meglátja a roncsmezőt, a csatának a azt a graveyard jelenetet, amikor ugye ott vannak a hajók, és különösképpen akkor, amikor elhangzik a Melbourne-nek a neve, hogy maga Riker is most ott lehetne azon a roncson, talán halottan, vagy talán túlélve, de, de mindenképpen egy, egy mozdíthatatlan hajó lenne, és ott érzem azt Jonathan Frakes-nek az arcán, meg Rikernek a, a tekintetében, hogy, ott helyben rögtön megszületett az a terv, amivel ő elő fog állni, és, és, onnantól kezdve gördülékenyen megy előre az Enterprise, és tudja, hogy mit fog csinálni, ugye egyrészt Pikár kiszabadítása ügyében, másrészt meg a, a Borg hajszolása ügyében. Tényleg szüksége volt, ha elkernek egy, egy, löketre, hogy, hogy végig gondolja, hogy nem tiszteletlen, ha ő most kapitányként viselkedik. Mert egy így kell tennie ahhoz, hogy megvédje a hajót. Tehát Gájnen ez, ez, szerintem is egyébként a legjobb élet volt a második epizódban. Tehát az, az a párbeszédek, ez, ez jó, ez jó egy cifiben egyébként, hogy néha csak a párbeszédek a legjobb életek. Nem az űrhajó űrhajó ellen, hanem a, a beszélgetés. Tehát nen és nekem mondjuk kifejezetten tetszett, amit mondtál, hogy úgy lép be, hogy már, mintha reagált volna arra, amit Riker mond. Tehát olyan, tehát, nekem azt hozza elő a karakterbe, hogy Gányan ennyire jól ismeri az embereket, ennyire jól ismeri az űrhajón lévőket, hogy tudja, hogy valószínűleg most Riker éppen tanácsot kér az elrabolt kapitánytól. Tehát nem a szó szerinti arra reagál, de hogy, de hogy tudja, hogy most éppen ez, zajlik, ez a jel zajlik bent, és neki ennek megfelelően kell belépnie és mondani a dolgokat. És ez zseniális. Hát meg hát Whoopi Goldberg, tehát hogy komolyan, tehát lehet neki, ne, na, neki is szeretnék szobrot állítani, ha lehetne egyébként. Tehát Gajnen is simán kaphatna egyet. Nincs neki? Nem Biztos tudom, van remélem, remélem van, és remélem még több lesz, mert szükségünk van rá. Szükségünk van jó emberek, jó szobraira. Csak lehet, hogy az apácás filmje miatt De állítottak apát, Az sem is. baj. Az sem baj. Az is jó volt vele. Az is rendkívül jó üzetet hordozott a történet. Tehát, és, és az, hogy szépen épül fel, nagyon jó egyébként a vágás, meg a rendezés, és hogy szépen épül fel rájka, és ahogy mondott, tényleg az a tető pont, amikor, aha, ott van ebből. Tehát nem szabad azt a taktikát alkalmaznunk, amit eddig. Valamint változtatnunk kell. Teljesen új, teljesen friss szem kell. És ott, ott jön rá, ebbe abszolút igazad van, és egyetértek, hogy, hogy tényleg az addig van felépítve, és az a csúcspont. Na akkor most. Most nem úgy játszunk, ahogy szoktunk, mert azt tudják. Most éljövök. Én a Riker. A Riker kapitán és jól csinálja. Én Guinanhez azt szeretném itt hozzáfűzni, hogy itt Guinan, hát egy hatalmas búsített tól, és egy nagy hatalmas retkont, ha úgy vesszük, mert folyamatosan építjük Gáinenek azt az oldalát, miszerint szerint egy, egy misztikus személyiség, aki, aki már régóta ismeri Pikárt. És ugye, amikor a másik évadban megjelent, már akkor hintettek el utalásokat, hogy ő sokkal régebben itt van már a hajó kezdetétől kezdve régebben ismeri Pikárt. Csak a ami néző aztán... nem látta. Csak a néző nem látta, ez még rendben van. Bár egy olyan sorosznál, ami jelentősen a dramaturgiában a párbeszédekre épít, az, hogy off-screen Guinan azt mondja, azt hogy Picard and I used to talk every now and again. Hát hol, mikor, miért nem láttam ez a TNG, miért nem láttam többször beszélni, miért mindig csak a borgos epizódokban bukkan fel Riker, mint egy ilyen, ilyen jós, javasasszony. Rikert mondtál. Igen, tehát miért, miért a borkhoz kapcsolódik Guinan-nek ez a, vagy Q-hoz például, ami az sem A is volt egy ilyen Gainen pikár interakció. Jó, lehet, hogy most össze lehetne számolni, és meg uh, tudtak engem számolni, de nekem a nézés, vagy most újra nézéskor uh, direkt, tehát idegesített, tehát én például, hogy Troyt sokkal jobban el tudtam volna képzelni, mert már volt egy pillér az előző epizódban, egy Riker lelki állapothoz, és hogy Riker mennyire, hogy a Riker kőkeményen kimondja a előtt, hogy szerinted is félek a, nem is tudom, a nagy széktől, azt hiszem, ott az van, magyarban nem jön el, de, de miközben emberek vezető pozícióban nagyon sokszor eltitkolják a félelmeiket. És Riker nyilván diana van szó, aki átlát rajta többszörösen is, tudja, hogy Riker mitől fél, vagy miért nem lépett előre, és Diánót megerősíti. Tehát nem kezd el úgy, úgymond tanácsadóként, hanem mint barátként az nagyon jó. Míg guinan tényleg ezt a minden tudó orákulum, tehát a pont a, a, az is egy nagyon jó résznek számít, amikor a, a Yesterday's Enterprise van, ugye megváltozott az idő van, és csak guinan van tudomása róla. Ezt elfogadjuk, hogy Guinan egy olyan lény, Ö, akinek ilyen rálátása van mondjuk az idő idővonalra, de ott is gyakorlatilag Pikár nagyon hamar elfogadja és keresztül viszi Gájnan akaratát, hogy hát helyre kell állítanunk az idővonalat. De az a jobb vonal is. Mi lesz akkor velünk? Még a legénység is kérdezgeti. Tehát itt ez, ez azért ez engem itt ö, zavart, meg hogy az ő kapcsolatuk több barátságnál, rokonságnál. Ö, ez a sódont el, vagy nem is tudom, hogy pont a fordítottja, hogy itt kimondja, de eddig nem láttam tanúbizonyságát. Majd a Times arrow amikor ugye a 19. századba utazunk vissza, és Pikár először kiderül, hogy először találkozik Gájnennel. mondom a Pikár másik évad, hogy mondjam, tehát nagyon nagy zicsereket hagyott ki ebből a szempontból, hogy ott, tehát egy sokkal erősebb Pikár Gájnen, tehát Túl sok szereplő volt, túl sok szál, túl sok konteó, uh, vagy nem is tudom, amit fölvetett, ugye az a másik évad is. Uh, miközben csak csendesen vinni kellett volna ilyen erős uh, párbeszédekre ott is a, a, a sort, hiszen, mint kiderült a másik évad, inkább lelki oldaláról szólt, akár Pikárnak is, meg a karaktereinknek, mint sem, hogy uh, mit tudom én tényleg valami világméretű fenyegetésről, de akárhogy is. Uh, Riker és Guinan között meg pláne nincs, vagy még nincs, vagy nincs fölépítve az, hogy ő is, például Worf és Guinan beszélgettek időnként. Volt az a szilvalés, azt hiszem, az, a, yeah. az nem is volt. Na, azt, az viszont jónak tartom. Tehát ott, ott ülsz a bárban, és Guinan tényleg az a tipikus párpincér, de úgymond, hogy be, be bejár Pikáthoz, például a múltkor elhangzott, hogy Guinan maga még nem sosem hívta a hidat, meg nem is jött a hídra. Tehát akkor már valami óriási gáz lehet, ha, a, a, megkeresi. De nyilván kellenek ezek a ellenpontok, mint ahogy a Selb is kvázi idézőjel egyfajta antagonistaként ösztönzi Reikert döntésekre, és végén együtt tudnak működni, és föl tudja építeni Riker azt a stratégiát, ahol ő jó döntéseket tud hozni, és tényleg ez a Wolf 359 megmutatása. Riker föláll, és ugyanúgy megazítja az egyenlő helyet, ahogy euh, Pikár, és ő is valamivel később kimondja, hogy a, a mékit szót. Ugye, amit szoktuk mondani, hogy minden kapitánynak megvan egy ilyen szállóigeszerű, tehát ilyen visszatérő, ugye, amit Michael nem úgy talált ki, hogy let's fly, és akkor elolvadunk és repülünk vele együtt. De akárhogy is a make it szó, az egy elég határozott, mint az engage. Riker még nem találta ki a sajátját. Egyébként azt mondja magyarul, hogy kezdhetik lehetne erősebben is mondani, tehát nem is tudom pikát, hogy szokták lefordítani, Tegyen Különböző úgy. kontextusok szerint fordítják Ezt le, én úgy gondolom. A Gájnennek szerintem az érveléséhez tartozik az hozzá, hogy ők közel állnak Pikárral, mert Riker ebben a helyzetben most úgy érezheti, hogy egy számára fontos személyt veszített el, és nem tudja elengedni. Erre Gájnen azt mondja neki, hogy én elengedtem őt, jó, nyilván ő könnyen beszél, mert nem ő neki kell most beleülnie a kapitányi székbe, de mégiscsak ez, ez egyfajta ösztönzést jelenthet Riker számára. Uh -huh. Igen, egyetértek. értek. Hogy nyomatékos hogy még nekem is fáj, de nekem is megy ez a engedés, neked muszáj. Tehát neked még több okod van arra, hogy, hogy azt mondd, hogy nem, és én vagyok a kapitány. Szimbolikus az egész, tehát ö, el kell gondolkodtatni a nézőt is, hogy döntsük el az eddigi sztenderdeket, döntsük el az eddigi Star a legénységet bontsuk-e meg, legyen-e más, hogy holnap, mint ahogy ma van. Több rétegűen működik ez az egész dupla epizód, és valamit elleshetett ebből Ronald D. Moore, mert ő már a Battlestar Galaktikát leve úgy írta meg, hogy legyen benne a fiú, és akkor lehet tényleg az árnyékból kilépő emberrel foglalkozni. és megdöbbentő jenlet, amikor uh, ugye a Joré négyere megérkezünk, és az ott lévő kolóniát hát nem találjuk meg, hát szinte kirobbantották, mint uh, Szokóviát az egyik uh, nagy Marvel filmben. Uh, O'Brien azt mondja, hogy ugye a, a város központban állnak, legalábbis az angolban, a lesugárzott felderítők, Central of Town, még ugye a magyarban, hogy a telep közepén, hát nekem ez a telep szó mindig nagyon rosszul fogalmazza meg, hogy itt létrejött egy kolónia egy teljesen idegen világban. obrien amúgy is ugye mindenféle furcsaok történnek, főleg amikor például Locutus-t áthozzák, hát azért mindig csak nézhet. Uh, Hanson és hát mondjuk, mondjuk, hogy JP és J, JL beszélgetnek? mert ugye JL, ugye Rafi szólítja itt a Pikát sorozatban a Pikát, hogy a luc helyett ő JL-t mond. Rafi egyébként korábban a tisztje volt Pikárdnak. Akárhogy is Pikárd most Hanson-t szólítja JP-nek. És azt kérdez, mi ez a lelkesedés JP? Egyébként az eredetiben ugye azt mondja Pikár, you seem rather taken with her JP, tehát ez egy kicsit arra utal, hogy kicsit belézúgtál, vagy megtetszett neked. De nem feltétlenül romantikus értemben, csak ugye, tehát jön egy egy fiatal feltörekvő tisznő, aki nem csak attraktív, hanem maga, ahogy működik, abba esünk bele, mondjuk egy admirális. Tehát a, a, a működés módjába. Tehát Pikár egyáltalán nem akart itt indiszkrét lenni. A magyarban mondjuk ez el is tűnik. Aztán egy, amiről nem beszéltünk, hogy a szokásos póker játszma, de én sem megyek bele, mert tele van ilyen pókeres kifejezésekkel, illetőleg a hogy ott van Shelby, és hogy hogyan hát, mérik föl egymásot is a szereplők, és hát szegény Veszeliről itt kiderül, hogy, hogy bizony ő még zöldfülű ebben, miközben ha belegondolunk olyan nagy öregek, mint Riker, vagy hát ha belegondoltok Troy, aki azért ott megérezheti például Riker Bluffjét. No de nem, nem, erről akartam beszélni, hanem például Sági parancsnok, vagy parancsnok helyettes rangjáról. Picard Hajónaplója mindig egy standard kielentés, amihez lehet visszanyúlni. A Memory alfa is erre támaszkodik, amikor azt mondja, hogy ő bizony, uh, Lieutenant Commander, tehát uh, két pötty és egy üres, vagy egy karika, ugye a, a galérián, mindenképpen parancsnok helyettese, ahogy a magyarban szoktuk mondani. Ezt a rangot sokszor parancsnoknak uh, rövidítik, bár az az érdekes, hogy a, az angolban, nem egy esetben csupán azt mondják, hogy Commander Shelby, például O'Brien is, vagy Riker is megszorítja így ott lent a bolygónál, amikor ugye kicsit megorol arra, hogy Shelby levitte Détát előbb. Commander Shelby, Volk, Volk, Fibney Commander, ugye sétáljunk együtt, és akkor magyarban viszont parancsnok helyettesnek szólítja, hogy O'Brien is, miközben minek egy hosszabb szó, amikor magyarban is mondhatna csak simán parancsnokot, és az angolban el se hangzik. Tehát ez néha ilyen logikátlan túl, tehát ez túl-túl, tehát ilyen redundáns, tehát nem, nem kéne a magyar fordítónak ennyire belemenni ebbe a, a, a rangba. Aztán elhangzik egy olyan szólás, amit szerintem középiskolába is hamar megtanultunk, az early bird gets the worm. A koránkelő madár kapja el a férget, de hát ez a magyarban a kikorán kell aranyat lel. És ha már itt másképp hangzik magyarban, nyilván Détanak is máshogy kell reagálni. Az eredetében Déta természetesen az arra reagál, hogy hát uh, Shelby, ugye kimondja, hogy ugye, early bird gets the worm, és Déta később ott Jordival filozofál. Ez tipikusan az első évados Déta, aki ugye az emberi nem tudom, stílust és szólásokat próbálja visszafejteni, hogy hát, korai madár, hát valószínűleg tévedhet Shelby parancsnokit, hiszen itt ilyen... ilyen nem tudom, ilyen madárszerű vagy repülő állatféléknek nincs nyomasa, vagy akár kúszó, meg ilyen féregszerű lényeknek, vagy életformáknak a Zsoré négyen. Tehát titikus ez a déta, kis naív hozzáállása. A magyarban természetesen a kikoránkkel aranyat lelhez viszonyul détának a válasza, és déta a magyarban azt fejteget, hogy az arany elég ritka is, hát a adatok szerint a Zsoré négyen nem fordul elő. Nyilván Zsordi ezt hamar lehűti, hogy nem erről van szó, és ráadásul hát Shelby egy kicsit másban tévedett, miszerint Riker nem lett volna szabad ö, átlépni. Nagyon jó Pikárnak a rámordulása Rikerre, what the hell are you still doing here? Tehát mi az ördögöt keres még itt? És akkor a néző is kicsit azt nézi, hogy most Riker, vagy Pikár mire is érti. És akkor derül ki, hogy ez a, ez a Melbourne csillaghajó posztjának a felajánlása. Uh, és az említ, már említett Big Chair, ugye a nagy szék, a kapitányi szék, amelyik ugye központja, uh, egyébként még a színészek által is egy ilyen rajongott tárgy a, a hajókon a díszletben, és ugye Rijkerit uh, Trojnak kimondja, hogy maybe I'm just afraid of, a, of the Big Chair, talán a felőségtől félek. Érdekes, hogy az áthallás a magyar mondja, nem a nagy széktől, hanem a fél, vagy legalábbis ezt Kérdezi inkább troy de Troy megerősíti, hogy nem. Sőt, hát ő már ugye tapasztalt ez a seasoned, ezt veti, vagy ezt, ezzel jellemzi Rikert, ami nagyon jó, hogy hát Rikernek nem tetszik, ugye ez, hogy ez a kifejezés hogy már érett, miközben az a Seasoned, ez nem csak azt jelenti, hogy hát valaki már benne van a korban, hanem pont az átvért jelentése jelentései sorban ott vannak, hogy tapasztalt, harcedzett, tengeres szokott matróz. Tipikusan a harcedzett katona, aki már a tengeri szélekhez hozzászokott. Itt azért hozzávetném, hogy Riker elég fiatalon került az első tiszti posztra, egy elég merész döntéssel, és még csak három éve van itt, tehát én szerintem lehet, hogy Rikernek még egy pár évet nyugodtan itt lehet tölteni első tisztként, és aztán mehet kapitánynak. Aztán a USS Lalo, ha jó, egyébként nem először forró már elő a Star Trekben, amely a, ugye a, a Zeta Alpha 2-re megy, ugye egy ilyen terhajó, és ugye a Sentinel Minor forra kéne menni, az egy ilyen őrszemhely lenne, tehát négyes határállomásra indult el. Hát nekem ezek ilyen, ilyen name droppingok, -ok, ahogy később Bartlának is a nevét csak úgy bedobják, mintha a Dwight Schultz túl sokba került volna, hogy valóban megjelenjen, pedig ő jól elfért volna itt a, az epizódban. És hát megjelenik a borg. Na most itt elkezdhetném kifejteni, de egyszer már beszéltünk erről, hogy borg, a borg, egyes szám, többes szám, borgok, hogy használjuk. Erről beszéltünk, tehát ezt szerintem mindenkinek megvan a preferenciája. Jól működik azért a magyarban. Jön a borg, jön a jó. később, hogy a borg dolgozókról beszélünk, ott lehet többes számot mondani. Tehát a borgok, borg az mindenképp több egyetnek a hát, ö, egysége, egy kollektív tudata, hogy itt megállapítják, itt a Borg tematikát is szakszerűen továbbfejtjük az epizódban. Akárhogy is, ha valaki ugye angolra kapcsol ebben az epizódban, ott bizony a tipikus uniszóló, tehát mindenképp több hát, férfi hang adja ki a sztereón eléggé ilyen kiterjesztett módon, hogy a borgnak a szózatát, amikor bejelentkezik a borkocka. Egyébként milyen kellemes, hogy először látjuk a kockát, majd a belső terére kapcsolnak, mint egy pláza, láttunk lent valami zöld ültetvényeket is, nem is tudom, biztos a borg óvisokot játszanak, ne feledjük, voltak csecsemők is az előző borg epizódban. No, de mindegy, akárhogy is a magyar szinkron rendező egy darab férfi hangra redukálta a bornak a szózatát, mert próbált keménykedni, de hát azért alig ha hittük el neki ezt de a borkocka résztes modell kidolgozása a magyar nézőt is kárpótolta, vagy például Jordi, aki a szokásos evakuálásnál a tipikus átpördülés ugye az ajtó alatt. Egyébként ott nekem valamilyen szinkronos hiba volt, hogy Jordi a hídra jött, átvette ugye a gépház vezetését, és ott hirtelen angolul kezdett el beszélni. Ilyenkor én arra gondolok, hogy esetleg a dupla epizódban, hogy a magyar változatban még nem is volt benne ez a jelenet, de aztán rájöttem, hogy Inkább egy másik hiba, miszerint hát a szinkron változatnak a hát elkészítője valószínűleg nem volt elég éber, és kihagyta azt a párperces párbeszédet. Tehát nem egy extra volt, hanem egy alapból magyarban is benne volt az a, a jelenet. Az elmúlt héten Kő Gergely volt a vendégünk, aki a szinkronrendezője rendezője nem csak a, a, TAS, vagyis az animációs 73-as, 74-es rajzszímsorozatnak, amelynek az egész évada már magyarul meghallgatható Gergelyk jó voltából, hanem bizony egy kis, hát ilyen rajongói csemegének, ami nemrég készült el, és magyarra szinkronizálták Gergőjék, ez egy körülbelül két perces kis animáció, a TAS rajzfilm stílusában, de ennek a TNG epizódnak egy jelenlétét ábrázolta, amikor is pont Pikát elviszik a hídról, és ugye Rikert is eldobja az egyik bor dolgozó, Egyébként láthatjuk is ott egy tisztnő mellé is tehát gyakorlatilag szó szerint rajzfilme megcsinálták TAS stílusban ezt a jelenletet, és én összehasonlítottam ezt a két fordítást, mert úgy vélem, hogy Gergék jobban megoldották például a szinkront. Mert itt van például Worf, ugye, ahogy jelentő, hogy a Borg már 9, nem tudom hányos fokozattal halad, méghozzá a szektor van felé, ez bizony a Terran System, mondja Worf. Ráker pedig ugye döbbenetenten mondja, nem is túl hangosan, hogy Earth. Tehát gyakorlatilag megmagyarázza a nézőknek, akik nem tudnák, hogy a 001-es szektor mit jelent. A magyarban megint ugye ilyen, ilyen redundáns, vagy ilyen dupla magyarázat. Azt mondja a magyar változatban Worf, hogy az irányuk alapján a 001-es szektor felé tartanak, a Föld felé rá kell megismétni a föld. Hát ez nem volt annyira erőteljes. míg a, a Gergőik által elkészített ö, TAS TNG ö, kis animációs szinkronban az angolhoz igazodnak, és ott azt mondják magyarul, hogy a borkhajó közvetlen útonon halad az egyes szektor felé, a terrán rendszerbe is ránker, tényleg nagyon kifejezően mondja a magyar Ráker, hogy a föld. És azt hiszem, hogy még le is csukja a szemét, és tipikusan azok a rajzfilmes vonások nagyon jól Kijönnek. No, tehát a bornak is jól kijönnek a vonásai, és a tipikus borg párbeszédek, ugye a, a resistance is, is futile, itt ugye freedom is irrelevant, you must comply, tehát ezek a később a, a Voyager-ben sokszor ismételgetett, meg akár hetes által is mondott, és szó szerint így hangzó, és akár még a magyarban is átjönnek, ugye nem számít hasztalan, az ellenállás hasztalan, Technológiai ismereteiket, munkével tesszük, kultúrájukat a miénkbe olvasztjuk. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt csak az add szó van, hozzáadjuk, az assimilét nincs benne, pedig az asszimiláció pont ez a beolvasztásról szól. Tehát ott az asszimilációval te beleolvadsz, és eltűnsz individuumként lenni. Ez a nagy különbség, hogy téged nem fölvesznek a borg közösségbe, és szabad akarattal gazdagítod őt, hanem beasszimilálnak, és az nagy egyveleg része leszel, a te egyéniségednek vége. Ez, ezért durva, hogy az, ami Pikáról történik. Az önmeghatározás irreleváns Egyébként itt nagyon jó voltnak a válasz, hogy, hogy hát ő még azért, az ő, az ő a saját faját azért szereti őt. Mármint úgy, úgy még a... Tehát itt a, a Klingon, mint Klingon fa, ugye majd az, az eltűnik, meg Déta is hogy ilyen alacsonyabb rendű lesz hát az, az, gyakorlatilag a, a, vor, a, a borg nagyon hamar leinti, mi szerint ugye bár, hát ugyan már hát az teljességgel érdektelen, és hogy micsoda, tehát egyé válik a borgá, és gyakorlatilag, tehát ez a szokásos, ugye, borg, hát propaganda, amivel ugye asszimiláció előtt megpróbálnak rávenni minket, hogy önként és alólva menjünk be a kollektívába? Worf jelenti, hogy hát a kapitányt megváltoztatta a borg, ugye altered by the borg, és Riker azért még rá is kérdez, és Worf egyszerűen kijelenti, he, he is a borg. Ö Ugye magyarból hogy átalakította meg, hogy ő is borg lett, ez nagyon érdekes, mert ugye Pikártnak látjuk az átalakítóját, és mondhatni, ez egyfajta augmentáció, ugye megkapja a kart, megkapja az okulárimplantátot, egy időleg még bal profilból látjuk, azt hisz, a crusher is azt hiszi, hogy Zsánuk, és akkor Pikár oldalra forul, nagyon erősen lett nyilván, és látjuk, hogy már már borg, már ez nem az igazi zsánnők, és itt, itt kezdenek lemondani róla tulajdonképpen és Pikárnak gyakorlatilag a bolgnak kicsi módosított szózata Your resistance is hopeless, number van, Tehát Pikár még kimondja, hogy number van, ott van még, ott szunnyat Pikár. Egyébként Rikernek később másik nagyon jó mondata, ami magyarul is tök jó átjön, hogy come on, hát ugyan már lokutusz. Tehát igazából itt, itt, tehát ezek a kis személyközi tehát azok a felépített karakterközi pillanatok, amik Riker és Pikár között vannak, és a borgáltal volt Pikárnak még ott van valahol ott szunyat, hát az, az, azok teszik azért emlékeztessé ezt az epizódot a magyar változatban is. Hát az írók azért küzdöttek vele, hogy visszahozzák a borgot ide a TNG-be. Bár a rajongók nagyon kedvelték a QHU című epizódot, de mit lehet kezdeni egy ilyen személytelen kollektívával? Az írócsapat hajthatatlan volt, hogy ki kell emelkednie valakinek, és meg kell testesítenie a borg akaratát jöjjön egy szószóló, Michael Piller azonban úgy gondolta, hogy hát pont ez a pláne ebben az egészben, hogy egy személytelen masszával van dolgunk, és ez, ez még borzasztóbb, még rettenetesebb, hogy nem tudjuk megfogni, nem tudjuk, hogy viszonyulni hozzá. Kicsit hasonló ez a dolog a zombi filmekhez, de hát látszódott, hogy ez nem maradhat így ez a Borg dolog. Itt már ugye Pikár került a még királynő szerepébe, most elnézést, hogy ezt kell mondani, de hát körvonalozódott, hogy itt a bor királynőnek is előbb-utóbb el kell jönnie. Már itt is itt volt, elvileg csak valahogy a néző és a bor elkerülték egymást itt ebben az epizódban. Meg is semmisült a borkockával együtt a bor királynő, elvileg, de hát ne gondolkodjunk ennyire háromdimenziósan, vagy ennyire szűklátókörűen ő tulajdonképpen bárhol felbukkanhat. Hát nekem elvitte a sót Elizabeth Denehi az ő szereplésével, mondtuk a kibeszélőben, hogy nehéz volt a, a technoblabla, és belejönni ezekbe a szövegekbe, de mondta, hogy a nyáron, a szünetben megnézte az epizódot, egyébként valahogy átment Michael Dornhoz, vagy Michael Dorn ment át hozzá, és akkor ö, azt mondta, hogy nem volt rajongója az kifinek, de amit látott a megvalósult végleges kat verzió, az rettenetesen elragadó volt, és azt mondta, hogy hm, ez ez igen, és hát ezt megnézte többször is, és belejött a szerepbe, és azokat a mondatokat még a mai napig tudja, tehát ott az interjúban fejből elmondja az epizódba ö, ö, szereplő ezeket a Separate saucer Section Assigned Skeleton Crew, jó, hát ezt most már én is lassan megjegyzem, de azt is elmondta, hogy a 78%-ig megsemmisülő borkocka az még teljesen működőképes, ezt ő az eredeti angol szöveget ott fejből elmondta, így nem tudom hány évvel később, úgyhogy nagyon komoly mély nyomot hagyott benne ez az epizód. Azt mondta, hogy könyörtelenek az ruhák, nem lehet kilókat felszedni, úgyhogy egy ilyen szünet az, az, gyakorlatilag kihívás elé állítja a színészt, akárhogy is veszük. Dév már itt pedzegette, hogy kell Rikernek kapitánynak lennie, tehát följön itt a dilemma, hogy Enterprise-on legyek első tiszt, vagy random hajón legyek kapitány most ez nem csak olyan szempontból fogós kérdés, hogy a Melbourne-t ott a Borg, hanem hogy azért az Enterprise ez az, az Enterprise, és lehet, hogy a néző biztos, hogy azt mondja erre, hogy hát Enterprise-on kell maradni, hát ott vannak a csúcs felfedezések, új civilizációkkal beszél, zászlós hajó, legerősebb hajó, leggyorsabb hajó, nyilván ott, ott kell maradni, ameddig csak lehet. Itt bejön az a kérdés, hogy mennyire kell figyelembe venni, hogy jönnek felfelé a fiatal tisztek, és hát azért kéne, kéne a rotációt biztosítani a csillagflottában. De hát úgy tűnik, hogy a sorozatban ez a kérdés egyszer-mindenkorra lezáródik és megoldódik. Olcsó dolog a cliffhanger. Ebben az esetben szerintem működőképes volt és jó volt. Így utólag visszanézve már lehet, hogy olcsó, de akárhogyan is ennek a cliffhangernek köszönheti a Star Trek, hogy egy új korszak kezdődött, és a Rick Börmenéra kivirágzott, és hogy mehetünk tovább DS9, Voyager, Enterprise és még számos vonalon. Úgyhogy megkerülhetetlen a The Best of Both Worlds. Szerintem a legtöbbünknek a Cliffhanger és a Borg szál jut eszébe nekem, nekem az, hogy végre egy jó Riker epizódot kaptunk. Lehet, hogy ez a legjobb Riker epizód. Most még nem biztos, hogy kimerem jelenteni, mert még van azért négy évadnyi újra nézni való előttünk, de ez nagyon erős volt, és örülök neki, hogy Jonathan Frakes kapott egy, egy jó szerepet, és egy élmény volt, ahogy mondani szokták. Hát én szinte teljesen egész évben egyetértek volt, tehát Elizabeth nehi elképesztő volt. hogy, és nem csak a Lower Decks, tehát mindenhol szeretném újra látni, mert tényleg, tényleg, jó a karakter, jó a szereplő, jó a kémia, nagyon jól működött a, a mozgás, tehát annak ellenére, hogy nem szifi felkezdte, mégis egy belesimult az egészben, tehát profi, profi a csaj, tehát ez kétségtelen. Tehát meg tetszik, hogy, hogy őszinte a ruhákkal kapcsolatban, az interjúkkal kapcsolatban, hogy, hogy igenis jó, hogy vannak a szifiknek közvetlen rengeteg női szereplő, mert ne el, a szifi hozta be a nő, a people of color, tehát nagyon sok ilyen szereplőt a szifi be is, fordul a Star Trek, és ők mernek szabadon beszélni bármiről, szó szerint bármiről. És ez jó, ez, ez rendkívül edukatív, és, és, nőként is elképesztően jó látni, hogy ők itt vannak, női kapitány, női elsőtiszt törtető nő, anélkül, hogy le lenne nézve. Általában, vagy törtető nőt látok, akkor őt hisztisnek, bunkónak, mindennek manipulál, mindennek elmondják. Ő törtető, és pont. Ahogy egy férfi is ugyanígy ne ő is törtető lenne, tehát nem tesznek különbséget. És ez elképesztően friss dolog. Tudom, hogy, hogy annyira nem feltűnő, pedig, pedig az. Tehát női szemmel ezt, ezt elképesztően jó látni. Tehát ez az egész Van valahogy úgy olyan, mint a sok külön történet próbálna összeállni egy egész mozifilmé, és, és valahogy nekem ezért nehezen megy, tehát nekem ezért nem nincs a kedvenceim között az epizód, egyik sem, de, de nagyon értékelem a kis nüanszokat benne, tehát a Guy nem mennyire jó, mennyire jó Shelby, mennyire jó Riker, hogy végre tényleg látunk egy Rikert, aki nem romantikus, meg um, te is szép vagy, és úgy, meg ez a kaja is fincsi, hanem látunk egy rájkert aki okkal van ott, ahol, aki nem csak átvégzelt az akadémiát, és akkor jó, hát apuci betette első nem, nem, tudjuk, hogy így van-e, nem azért. Hanem látunk egy rájkert, aki azért van ott, mert megérdem, hogy ott legyen. Ő megdolgozott ezért, ő okos, ő ügyes. És végre ezt a rájkert kaptuk. És ez jó. Ez nagyon szeretnivaló, való, és, és pluszba hozzá tesz a karakterhez. Pikátban most annyit nem láttunk sokat, de az nem is baj, hát most elrabolták Lokultus néven, ami pár évvel később biztos, hogy számokból állna, tehát 4 per 1, meg 5 per 0, meg egyebek. Külön nekem nagyon tetszik, hogy tényleg személytelen volt az egész Borg. Szerintem is hozzátett, hogy tényleg egy, egy, legyőzhetetlen erő. Hogy állítasz meg valamit, ami megállíthatatlan? És nagyon, nagyon tetszett tényleg nekem is a megoldás, hogy, hogy végül az orvos volt a, a megoldása a történetnek. Az ő fejéből pattant, hogy várjuk csak, lehet máshogy is meg tudjuk ezt tudni. Nem kell nagyban gondolkozunk, gondolkozunk icipiciben. Tehát ez, ez is egy nagyon-nagyon ügyes volt a történetben, tehát végül is jól jött ki az egész, de általában rosszul szokott kijönni egy ö, soradban, vagy egy epizódban, vagy egy történetben, ha nem tudják a végét. Tehát nagyon sok szifit tudok, százból. Aki, aki nem tudja a végét, 100-ból 99 Ez az egy, ez nem, de valószínűleg ez magának az írónak a, az ügyességén is múlik. Hát ez egy Michael Miller Igen, Ugye ehhez. ehhez olyan személyiség kell, olyan írói tudás, olyan, ahogy mondta, hogy, hogy zenbe hátralép és hagyja a szereplőit beszélni. Ez, ez nem olyan sűrűn fordul elő ám. Ez egy nagyon-nagyon ritka és nagyon nagy adottság, ez elképesztő. Tehát hasonló, például Onszáj, a magyar szifis íróknak az egyik legjobbja, ő ilyen, hogy ő már tizenegy és színdarabot írt, és ő azt hitt, hogy ez normális. Nem, ennyire jó vagy. Úgyhogy ő is ennyire jó, hogy nem tudta, hogy mi a vége, de így is baromi írt. Tehát ez, ez a tehetség, ez a profizmus. De milyen aranyos a Riker, amikor a doktornő rájön a megoldásra, és akkor Riker akkor ez azt jelenti, hogy ha az egyikük a kútba ugrik, akkor mindenki megy utána. Meg, megerősíti, hogy igen, ez tulajdonképpen ezt, ezt, kell kihasználni. Nekem sem tartozik a kedvenc epizódok közé, talán mert ugye a Borg tematika itt még a TNG-ben, hát voyager se egy, egy, egy kedvenc, pedig ott aztán bőséggel van, de ott is a Borg tematika, ahogy át van hozva, tehát hetesnek például a karakterfejlődése. Ahogy ő sem úgymond a kedvenc karakterem, de, amit ott meg tudnak csinálni, hogy egy, egy exborg. És akkor most a Pikád sorosztat is lehet mondani, hogy milyen jó tematika volt egy Volt borg kocka, az ex-big, ugye a volt borgok előhozása jó. Ugye? ugye ugye, ugye, de ne is beszéljünk a Pikádról, mert ott én úgy érzem, hogy egy volt egy tematikus első évad, van egy tematikus másik évad, és lesz egy tematikus harmadik évad is. És erről szól a, a, a dolog. Szerettem volna több párbeszédet, például Picard és Seven között, a, arról, hogy milyen volt bornak lenni, több mélyebb párbeszédet. No, de itt még Pikár éppen hogy csak kiszabadul a kollektívából, és uh, milyen jó, amikor ott az irodájában ül, és uh, á, most már minden rendben van, hát TNG epizódikus sorozat vagyunk. következő epizódra minden rendben lesz, és nem. Tehát az epizód végén is látja a néző, hogy milyen nyomokat hagyott és a nézőt elgondolkozik, -e, hogy jó Isten, most ezt, ezt meg fogják hagyni, és így fog kinézni a Patrick Stewart, vagy majd, mi, 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 mi. ilyen mély nyomot hagyott benne, igen. És ezzel is tényleg egy, 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 friss, új vonulat jön be, amit nyilvánvalóan majd a Deep Space Nine és a Voyager tud magasan továbbvinni, vagy következtesen, amikor már beleívódik, úgymond a, a a Star Trek írói vagy nézői kultúrába is ez, nyilván az élőben nem kellett ezt beleplántani, de hogy a néző el tudja fogadni, hogy itt vannak ilyen magasabb rendűbb szállak, tehát egy magasabb koncepció is elindul, neveztesen, hogy Picard borg volt. Nyilván nem olyan erősen, de amikor ott lesz Hugh, és Guinan hogyan viszonyul Hughhoz, Picard hogyan viszonyul, hogyan változik az ő meggyőződésük vele kapcsolatban, az, az még egy nagyon erős rész. Tehát így, 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 lehet vinni a bork hogy úgyhogy ne, ne, csak arról szóljon, hogy átmegyünk egy borkhajóra, és akkor ezt azt elhozunk, és akkor vagy ö, trükkökkel megvívjuk a csatát, mert az voltak éppen egy trükk, ha úgy vesszük, akár Crashert, de akár, hát maga végül is Pikár javasolta, vagy Lokótus tudásával, ugye ez a, hogy ültessünk be egy parancsot, és ez mi legyen, és ezt máig is emlékszem, hogy németül láttam, és ugye mondja a Pikádott ott Détának, hogy sláv, Déta, és még nem értettem. Azt hittem, hogy az parancsadétának, hogy aludj. Tehát, hogy egy pikárit arra utal, hogy az alvás ciklus, vagy a regenerációs alprogramot kell, ami ugye egy ilyen, amivel gyakorlatilag... Ez egy IT-s megoldás. <s> Sleep mode. Igen, de ez az alprogram túlságosan fontos ahhoz. Tehát ezt ugye nagyon jól, be, tehát nagyon következtes, hogy ezt, ez, ez, működik, meg hogy a regeneráció az később is természetesen egy fontos lételem. De szabort, egyébként egy ilyen rendszergazdaként lehet a borgot kezelni, tehát ilyen hálózati megközelítésben. Abszolút. Abszolút. És itt, kis, itt még hogy hívják, járt, járt, gyerekcipőben járt az IT-nak az olyan szintű megoldása. Jó, azért már itt a világháló nagyon itt, itt van a, a, a tehát a a Nemzedékek mozifilmnek az volt az első egyik olyan mozifilm, aminek internetes honlapja volt. Volt, igen, 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 azt hiszem tényleg. Uh... De hát az még messze van, 94. Hát és négy év alatt, hát itt hat év múlva ugye ott lesz például a First Contact, és ott tényleg én is azt mondom, hogy ha bár a borgalap tematika, de ott aztán főleg annak a, a kezdő képsorai erősek, ahogy itt ennek az epizódnak az utolsó jelenlete, tehát egy rendkívül szokatlan perspektíva, ahogy látjuk. Hát egy mai felvételi technológiával el tudjuk képzelni, hogy ilyet meg tudnak oldani egy szedben, hogy így mutassák a pikát, hogy hajon kívülről, ahogy ott áll, és a néző sem tudja, hogy itt, itt most mi lesz itt, hogy lehet ezt folytatni. Tehát mi hogyan, hogyan meg, és, és nagyon jó, hogy ott van az a harmadik, ha nem nem mondhatjuk közvetlenül, hogy harmadik rész, de, de rákapcsolódva, és megállít egy pillanatra még minket. Tehát tényleg ö, ö, tehát szokták mondani, hogy tényleg a legerősebb jelenetek között van hogy a, a ugye a földön játszódó, földön játszódó, hát már ez is egy földön fog játszódni, de ö, akárhogy is van ö, ö, mire Szőlészetben. Szülészetben. a szőlészetben, ugye, de hát ez, 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 ez már megszokott lesz. Ö, volt még egy másik Guinan jelölet, amit én viszont jobban értékeltem, tehát a, hogy úgyhogy ott, úgy, úgy, arról beszélnek, hogy a nagy csata előtti csend, és akkor, hogy hogyan készül fel, na ott viszont, ott viszont van egy rákapcsolódás, hogy na tényleg beszél Gájnen Pikáról, és így már akkor most ez, most tört eszembe, és tényleg lehet, hogy indokoratlanul szittem itt a Gájnen dialógust a, a Rijkerrel, de már megírták a hallgatók a kommentet. Mit képzel ez a dév? Itt, nyugodtan, itt egy teljessége. Tehát ez, ez persze minden rajongóból a magas érzelmeket váltja ki. Tehát főkarakterek kerülnek, tehát le, kerülnek ilyen, ilyen helyzetbe. De őszintén megmondom, hogy nekem is ugyanez jött át, mint neked, Csaba, vagy nektek, hogy a Riker és Shelby. Tehát jobb, jó, jó volt ezt most újra látni, vagy újra értékelni, tehát, mert eddig ugye Sábi arroganciája jobban legyőzte bennem azt, hogy voltaképpen Rikernek tényleg ezeket a döntéseket meg kell hozni, ahogy meg is hozza. Tehát itt, itt nagyon helyes, hogy voltaképpen az adott helyzetben ráker tud ön, ö, nehéz döntéseket meghozni. Tehát nincs egyáltalán hiány, tehát nem kell egy Sábi, nem kell. Ö, Pikár kapitánynak a hiánya sem akár, hogy Riker az adott helyzetben jól működjön, mert ő eleve jól működik. Hát nekem már van egy pokoli jó első tisztem, mondja a Pikár is Hansonnak. és, Tehát, és ez, ez, azért voltak éppen Pikár is ilyen formán elnézi, hogy még Riker itt van, de nem azért, hogy itt szúnyókál a hídon. És de ő még nem sem... érti akkor, hogy, hogy, mi a szitu, mert nem tudja, hogy már felajánlották a melbourne neki, tehát ő, ő még akkor nincsen teljesen tisztában valahogy, hogy mit akar a Hanson. Azért mondja ezt. Ez, ez, ez mondjuk elég érdekes is. Tehát a csillagflotta működését egy kicsit, kicsit megvilágítja, hogy hogy működik ez, hogy mondjuk először magát a, a, az illető jelöltet tájékoztatják, és csak aztán mondjuk a, a, a felettesét, amikor már mondjuk kész döntés született például a, az illető részéről. Ezért én mondom, nekem ez, ez egyrészt jól hangzik, hogy ilyen szabadság van a csillagfotten belül, hogy van egy poszt, és oda valakit alkalmasnak ítélnek, mert azt hiszem Pikár is felszedte Riker, vagy összeszedte a legénységét. Tehát döntéseket hozott, ugye átnézett életrajzokat és jelentéseket, és hogy Riker ugye igen időnként hozott döntést, akár ami nem tetszett mondjuk kapitányának, de ugyanakkor úgymond a nagyon is helyén van és jól működő tisztelet, pont ez a dinamikus ember, aki az adott helyzetben meg fog lépni egy plusz lépést, aminek itt Shelby mutatja picit erőteljesebb, agresszívabb jellegű. Szóval a, ezek a dinamikák jók, Jordi működése, Déta, tehát Brian is kap. A, tehát én nekem mindig szeretem, ha a karakterek ki vannak játszva. Tehát, hogy kihasználjuk Troyt, leültetjük az adott helyzetben Crusher kap jelentős szerepet, mert nem csak azért, mert tudott akciózni kicsit a fézerrel a, a küldetést, tehát ezt rábízni, tehát ráker a, a bizalom, ugye a legnagyobb, amit a kapitány az első tisztjével szemben tehát támaszhat, hogy ő megy a felderítő küldetése, és ő fog ott helyben döntést ö, hozni. Tehát ugye Picardról néha érezzük, hogy mint kapitány bel van kényszerítve ebben a megfigyelő helyzetben. Kér egy nagyítást a megkapjuk a közelebbi képet, de a stábja nélkül, tehát gyakorlatilag érezzük, hogy ez a bridge commander működés van, hogy különböző eszközeid vannak, ugye a tisztjeidnek a, a tehetsége, meg a szakértelme, meg az eszközei, és azokkal kell neked jól bánni. Tehát ezért borzasztó érzékeny, hogy a, ez a bridge crew, ez a, ez a Alapvetően fontos állomány, akivel a briefing történik, a döntéshozás, az kiből áll. És ezért nekem egy kicsit ilyen szálka mindig, Guyanen, hogy ő misztikusan elkezd nézni, és azt mondani, hogy ez most helyes, nem helyes, és ezt és azt kell. De belefér most kvázi, annélkül, hogy ö, misztikus szálat hoztak volna be science fictionbe. Tehát ö, elkezdtük volna itt is bűbájos boszorkákat ö, behozni, hogy itt, itt mindenféle megidézések történnek, meg átváltozások kapcsolatban. Szerencsére ritkábban van ott a figurá, és olyan féleképpen van is, van is, helye. Újra értékeltem az epizódot, én azt hiszem, hogy ebből a szempontból jobban el tudom fogadni. Nekem még lesznek jobb pikár vagy ránker epizódok, akár borgos epizódok is, de mindenképp jó, jó helye van. És jó, hogy kettő plusz egy idézőjelben, vagy két és fél ö, epizódnyi tartalmat kapott ez. Ö, és ö, az úgy jó megnézni, hogy tudod, hogy milyen folytatás van. Tehát itt ez, ez hihetetlen, ugye kitörölni, most nem is tudom, nem is tudom, ki mondta ö, Peter Jackson mondta azt hiszem, hogy legszívesen kitörölni a memóriáját a, a Kura forgatásról, hogy ö, megnézze a, a filmet leülhessen és a rajongókkal együtt megnézhessen. Tehát ilyen epizódoknál tényleg azt mondjuk, hogy a többi Borg epizód ismerete nélkül milyen lenne ez? Hát egy hétig egy epizóddal foglalkozni, az számomra nem mindennapi élmény, amikor van ideje az embernek, akkor egy kicsit belemerülni, kicsit megnézni az extrákat, színésznőnek a nyilatkozatát meghallgatni, ez a mozgatórugója az impulzus Podcastnek, örülök neki, hogy nem csak én csinálom ezt, hanem például itt a harmadik évadban teljesen random sorrendben Rezsabek Nándor, Balog Gábor, Kő Gergely, Kassa Magdi, Kocsi Erzsó, Pál Balázs, Hol Nándor, Ketlin, Brandon Hekitt, Vince Miklós, Szőnyi Zsuzsi Isú és Tóth László Nokedli, ők azok, akik segítettek nekünk itt a kibeszélők során. Mai adásban Kathleen segített nekünk elbúcsúztatni a harmadik évadot. Nem tudom, hogy mikor jövünk a negyedik évad kibeszélőjével. Idén már valószínűleg nem, de megpróbálunk majd műsorokkal készülni még az idei szezonban is. Azt nem ígérem meg, hogy hetente látni és hallani fogtok minket, de azért igyekszünk majd összedobni valamit mint ahogy Riker egy jó reggel itt valamelyik epizódban, talán még itt a harmadik évadban, de lehet, hogy már ez a másodikban volt. Kathleen, köszönjük szépen, hogy itt voltál. év neked is köszönöm szépen. Találkozzunk 2023-ban a negyedik szezon kibeszélőiben is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.